Na hát sziasztok, itt is lennék akkor a következő House Flipper streammel. Üdvözlök mindenkit, aki itt van. Lilit, Henit, Jászmin, Bencét, Barit, Kirát és Barbarát. És illetve még természetesen sokan másokan is itt vannak, viszont hirtelen az ő nevüket tudtam elkapni. Illetve köszönöm szépen Kirának, Klaudiának, Laurának és Bencének a megosztásokat. Illetve ha esetleg dobtok erre a streamre majd egy lájkot, azt is nagyon szépen megköszönném. És természetesen ugye a streamben ki is fogja írni a neveteket, szóval már csak ezért is érdemes talán megnyomni ezt a like gombot. Tegnap után van még hangod? Hát Henny, nem sok. Egyébként tegnap már a stream vége felé kezdtem azt érezni, hogy tényleg elmegy a hangom. Ugye tegnap, hát egy kicsit hosszúra húzódott a Sims 4 házépítős livestream, 2 óra helyett lett bő 4 óra, viszont végre sikerült befejeznünk a 100 boba kihíváshoz a házat, úgyhogy valószínűleg a szombati napon már majd láthatjátok is a nagy beköltözős videót és Minervának az első reakcióját, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy nektek hogyan fog tetszeni. Illetve, hogyha még nem láttátok, akkor ugye már most visszanézhető Facebookon, illetve valószínűleg ugye a YouTube csatornámra, ugye a VOD csatornára, majd csak jövő héten fog felkerülni, ugyanis egy házépítő streammel még lógok nektek, meg természetesen sok-sok más streammel is, viszont az a helyzet, képzeljétek el, hogy van valami most a számítógépemmel, és folyamatosan kifogy a vágó programom, tehát például a Pedáns Petrás videót, amit múlt hét szombaton vettem föl, mostanra a stream kezdetére tudtam csak megvágni, azért is csúsztam most egy 5-10 percet a streammel, és kirenderelni viszont már nem volt időm. Szóval valószínűleg majd a Sea of Thieves után fogom kirenderelni, és majd késő este feltölteni, tehát ilyen 8-9 óra körül, viszont nem szeretnék azért elmaradni a Sims-el sem. Gyorsan azért itt kihúzgálom ezeket a gyomokat, mert elég is zavaró, hogy állandóan belépek, és azt hiszem, hogy minden tiszta mocsok, úgyhogy talán azért egy kicsit egyszerűbb lesz, bár azt hiszem, hogy ezeket, mint hogyha most nem is nagyon jelölgetni a térkép. Akkor viszont hol jelöli a mocskot? Itt valahol még jelöl nekem mocskot. Aha, ott fönt? Oké. Akkor azért azt lehet, hogy még jó lenne, ha le tudnánk mosni. Kertislaggal lehet? Ah, kertislaggal lehet, oké. Akkor nem is a felmosót kell használnunk. Szia, Andi, megjöttem. Szia, Fanni. Üdvözöllek. Már várom, habár hatalmas villa lett. Jaja. Hatalmas lett a házikó, hát lehet, hogy el fognak benne veszni a szimeim, de inkább vesszenek el, mint sem, hogy ne férjenek el rendesen. Akkor lesz majd Sims 4 100-ból, oh my god, Minerva első reakciója! Úgy lesz, úgy lesz. Nem kapott kék halált a gépem, de van vele határozottan valami, úgyhogy most kezdek arra átszokni, hogy a laptopon vágom meg a videókat, és akkor talán kicsit gyorsabban tudok haladni a dolgaimmal. Meginspiráltál, megvettem a hétvégén a játékot, a House Flippert. Na, az király, Bence. Örülök. Nem csak egy lájkot, hanem százat is. De cuki vagy, Lili. Nagyon szépen köszönöm. Tényleg hatalmas nagy segítség nekem az, hogyha dobtok a streamre egy lájkot, esetleg megosztjátok a barátaitokkal, ugyanis most azért egy kicsit családias a hangulat. Családias a hangulat. Na jó. Akkor szerintem vállaljunk is el egy munkát. Ugyanis az lenne a lényeg ennek a játéknak, egyébként a House Flipper után fogunk játszani ugye Sea of Thieves-szel, Csabival, illetve Bencével, szóval mindenféleképpen várunk titeket oda is sok-sok szeretettel. Ebben a játékban van sör, Kira még nem találtam, de remélhetőleg lesz. Claudia, mai nap raktam ki az új menetrendet, szóval, hogyha esetleg kíváncsi vagy a kérdésedre, akkor ott meg fogod rá találni a választ. Egyébként sok játékot terveztem, illetve sok streamet erre a hétre. Hétvégén is lesz most, mert végre itthon vagyok, úgyhogy nézzétek meg mindenféleképpen, hogy mik lesznek. Lesz egyébként Jurassic World is, mert hogy azt is nagyon sokan kértétek, és jött ki hozzá új DLC, illetve jött ki például egy frissítés a Planet Zoo-hoz, úgyhogy még egyszer megpróbálkozunk a Planet Zoo-val, és remélhetőleg most menni is fog rendesen a játék, illetve sok-sok más is még tervben van, például a Parkasaurus is, mert ahhoz is jött ki egy elég nagy frissítés. Angélának is nagyon-nagyon szépen köszönöm a megosztást, dobok cserébe egy szívecskét. Na jó, nézzük akkor, hogy milyen új munkák vannak, amiket meg lehetne csinálni. Ez az Amaranth átalakítás már nagyon-nagyon régóta várt, talán az első stream óta, úgyhogy szerintem ezt kellene most első körül megcsinálni. Aztán utána megnézzük, hogy mik vannak még. Végül mi lett az anyóssal? Hát. Ne is akart tudni.
Szóval Amaranth átalakítás, bonjour! Azt hiszem szeretnék a frissen vett, de elég egyszerű házamnak kicsit művészi belsőt adni. Kérem fesse le a nappaliban a fal egy részét Amaranth színűre. A többi fal rész remekül fog kinézni szürkén. Ó, majdnem elfelejtettem. Kérem javítsa meg a rossz konnektorokat is. Köszönöm, merci! Amanda Johnson. Akkor fagodás, menjünk és fagodjuk el ezt a remek feladatot. Beleteknek is nagyon-nagyon szépen köszönöm a megosztást, jár érte hatalmas nagy szívecske. Na jó, 68%-ot kell teljesítenünk ahhoz, hogy ugye elfogadja a játék. Parkasaurus, azt imádom. Na, király. De jó lesz a százban. Na, örülök, hogyha esetleg láttad. Van esetleg itt rossz konnektor? Nézzük, hol vannak rossz konnektorok. Itt valahol jelez egyet a játék. Azt nézem, hogy itt az ágy mögött lesz. Aha, ott van egy csúnya-csúnya rossz konnektor. Úgyhogy ezt gyorsan akkor... Szerintem meg is javíthatnánk, inkább azzal kezdeném, és utána jöjjön akkor majd a kreatívkodás. Szereljük fel! Lehet két rajzot küldeni a rajzversenyre? Persze! Hogyha szeretnél, küldhetsz kettőt, viszont én azt javaslom, hogy inkább egyet csinálj meg tökéletesre, mert szerintem annak nincs értelme, hogy elkapkodjátok. De hogyha van időd, és szeretnél mondjuk mind a két kategóriába versenyezni, akkor van rá mód természetesen. Na jó, gyorsan akkor ezeket is így bekötjük. Hogy előtte le kell csavaroznom. Oké, azt hittem, hogy először csak bedugom, és akkor utána jön a csavarozós része. Hypixel haverokkal tetszetős, össze kell raknom egy troll skint. Esetleg van valami ötleted, Andi, hogy a többiek felé miféle trollkodás lehetne egy skinben? Hát, Bence... Mondjuk zsidó volt, megnézném egy ilyen csajruhában, egy jó kis zsidó skint női ruhában. Azt szerintem elég troll lenne. Dávid biztos lesz. Dáviddal és Gergővel fogunk egyébként hypixelezni, azt nem tudom, hogy Bence is csatlakozik-e, szerintem ez attól függ, hogy ráére vagy van-e kedve. Egyébként nagyon szépen köszönöm a 10 csillagot. Nándornak is nagyon-nagyon szépen köszönöm közben a megosztást, és mindjárt visszarakjuk ezt az ágyikot oda, ahova volt. Voltam a Városligeti korcsolya pályán, látszik, hogy sokan voltak ott, rendesen tele van mérdésekkel, csomószor elesen bennük. Igen, az kellemetlen, akkor nagyon kiválják a jeget korikkal. Nem is nagyon szeretek pont ezért oda járni, mert ugyan nagyon-nagyon ritkán van jégfelújítás, vagy hát ugye ilyen jégkészítés. Ritkán megy arra az Zamboni! Úgyhogy inkább az rendes pályákat szeretem, mert ott azért óránként, két óránként szokott lenni jégkészítés. Mondjuk láthatatlan skint csinálok, az is amúgy eléggé troll. Köszönöm szépen Ricsinek is a 10 csillagot. E-mailben kell elküldeni a rajzversenyre a rajzokat? Igen. E-mailben tudod nekem elküldeni. És a Dogiandi versenykukac gmail.com-ra várom a rajzokat, amiket készítettek nekem. Ezt azért mondom, mert vannak, akik a rendes e-mail címemre küldték, úgyhogy nekik még mindenféleképpen fogok válaszolni, és megkérem őket, hogy küldjék el ugye a versenyes e-mailre is, mert nekem sokkal könnyebb ugye majd, amikor a nyertes kell megkeresnem, egy e-mail címről keresgélni ugye a beküldött műveket, hogy fel tudjam majd venni a nyertessel a kapcsolatot. Na jó! Elméletileg akkor ezzel meg is vagyunk. Itt a hálószobában, hogyha jól látom, akkor már nincsen rossz konnektor, úgyhogy akkor jöjjön a festés. Ez kellene Amaranth kalandra és szürkére kifestenünk ezt a konyhát. Na, tök jól hangzik. Oké, megfogadom, mármint megfogadom. Andi, te szoktál olcsóbb kopinasikat venni, csak mert én is most azt eszem. Az milyen az a kopinasi? Nem tudom, hogy mire gondolsz, hogyha leírod, akkor... tudok rá válaszolni. Na jó, nézzük akkor, kell nekem ez az Amaranth festék, ez a szép-szép Amaranth festék üzlet. Amaranth kaland, ez kell, oké. Vedd meg most! Csak most, csak neked legalább 10%-kal olcsóbban, és akkor még szürke kellett, ugye? Szürke, és milyen szürke? Bézs, sima szürke, ugye? Sima szürke szerintem, igen. Amaranth kaland és szürke. Köszönöm szépen, Rita. Te is aranyos vagy. Na, szóval hogyan fessük ki akkor ezt a konyhát? Hogyan néznek ki jól? Szerintem az földobnám, hogyha mondjuk itt a kanapé mögött ezt az amaranth színt használnánk. Már csak azért is, mert szerintem ez eléggé passzolna ez a kanapéhoz, ez a meglévő kanapéhoz. És úgy szeretném kifesteni, hogy akkor a falnak az egyik felülete legyen ilyen amaranth színű, a másik pedig szürke, tehát nem ilyen csíkokba szeretném felfesteni, hanem
úgy, mint ahogy a házamban is, vagy hát ugye az irodámban is csináltam. Az nektek is tetszett, meg szerintem úgy tudnak jól kinézni ezek a többszínű falfelületek. Pont most vettem meg a Sims 4-hez a Cats & Dogs-ot. Na, jó játékot akkor hozzá, Fanni. Téli szünetre Sims-ezést tervezel? Egyébként a téli szünetre most direkt kiírtam nektek egy ilyen kis, hát szavazás jellegű, de igazából egy ilyen posztot ide Facebookra is, illetve YouTube közösségi posztba is, hogy mit látnátok szívesen, ugyanis terveztem egy, hát egy ilyen közönség kedvenc, vagy egy ilyen közönség kérős hetet, vagy napot, még egyelőre nem tudom, attól függ hány játékot ajánlotok, és hát azokkal a játékokkal fogok játszani, amiket vagy nagyon-nagyon rég játszottam, vagy még egyáltalán nem, és ti ajánlottatok. Úgyhogy egy kicsit félek. Kicsit félek, hogy mi lesz. Nyugodtan egyébként lehet írni most tényleg bármit. Akár olyat is, amire azt mondtam, hogy nem hiszem, hogy lesz belőle videó. Most szeretnék nektek kedvezni így a téli szünet alkalmával, illetve akkor így karácsony alkalmával. Aztán kipróbálunk új játékokat is. De azért természetesen a meglévő játékokkal is szeretnék foglalkozni, úgyhogy nyugodtan írjatok azt, amit csak szeretnétek. Király lesz, na, kíváncsi vagyok rá. Csak most csak nekem olcsóbb, úgy. Csak nagyon fogy ez a zamaránt festék. Köszönöm szépen közben Gellértnek is a megosztást. Nagyon-nagyon nagy segítség ez számomra, úgyhogy tényleg hatalmas nagy szívecske. Úgy cserébe. Subnautikán gondolkoztam el. Az a vicces, hogy még mielőtt Bence ugye elkezdte a Subnautika sorozatot, gondolkoztam azon, hogy jó lenne játszani a játékkal. Sőt, egyébként, hát remélem nem haragszik meg, hogyha ezt elárulom, de az első Subnautika videóit még az én Steam fiókommal vette föl, mert neki nem volt meg a játék. Ugyanez van egyébként pont a Long Dark-kal is, de úgy voltam vele, hogyha már elkezdte, akkor nem nagyon akarok belőle a videósorozatot indítani. Viszont lehet, hogy így streamben kipróbálnám. Szóval lehet, ki tudja, hogy mit hoz még a jövő. Hogyha láttátok szívesen, akkor azt is írjátok meg nyugodtan. Szia, Andi, bocsánat, hogy nem tudtam jönni live-ot nézni, de beteg vagyok. Ó, Dominik, semmi gond, az első az egészséged legyen, úgyhogy jobb bulást kívánok neked. Nekem is megvan a Sims, csak rossz a gépem, 5 percenként kilép. Az kellemetlen, és biztos a gépednek a hibája? Nem esetleg újra kell telepíteni a játékot, vagy más játékokkal is csinálja ezt? Andi, most egy őszinte kérdésem lenne feléd, mit gondolsz arról, ha poénokat küldenek neked? Én sok poént küldtem, de az a baj, akár egyszer írtam egy poént, kapásból átváltott a chat is poénkodásra. Jobban szeretek komoly dolgokról beszélni. Egy-egy vicc belefér, de azt én sem nagyon szeretem, amikor ugye csak arról szól a chat, hogy ilyen fa vicceket küldünk egymásnak. De ahogy érzed, Ricsi, igazából én nem haragszom érte, csak tényleg ne menjen át az egész chat. Abban, mert akkor úgy elég nehéz kommentálni a játékot. Lesz-e PUBG? Hát simán lehet igazából. Szerintem majd a téli szünetben fogunk PUBG-zni. Akkor jobban rá fognak érni a srácok is. Ugye Csabi, Zsömi, Bence. Tehát, hogy én akkor úgy PUBG-znék, hogy velük közösen. Mert ugye az igaz, egy kurátor team. Úgyhogy meglátjuk. Igen, mert másik három játéknál is csinálja. Hát, Kira, sajnálom. Nem tudom igazából ez hogy lehetne megoldani. Don't Starve streamekről beszélek? Don't Starve streamek is kemények tudnak lenni, igen. Még lesz Sims 4 házépítés? Azért kérdezem, mert már álmos voltam, nem voltam ott. Sikerült befejezni Dorina a házat. Viszont pont arról beszéltem, hogy itt a tévé mögött lehetne ilyen amaránt színű. Inkább átfestem amaránt színűre. Szóval sikerült befejezni a házat, viszont annyira megtetszett, meg nektek is tetszett ez a házépítős stream, hogy fogok nézni challenge-eket, és akkor fogunk még házépítő streamet tartani, csak nem a 100-ból a kihíváshoz. Tessék, itt egy komoly kérdés. Komoly. Köszönöm szépen, Jászmin. Ez igazán komoly volt. Dark Souls. Húha. Nem biztos, hogy azért megőrülni szeretnék itt a téli szünetben. Jó kis karácsonyi játék lenne, úgy érzem. Szeretet ünnepén biztos Dark Souls-ozni kellene. De amúgy ki tudja, hát ha megszavazzátok. Bár szerintem abból epikus rage quit lenne. Tehát, hogy azért az nem biztos, hogy jó lenne. Hol lakok? Pest megyében. Bari, imádom, hogy akárhányszor valaki kis A-val írja le a nevemet, vagy Bencének kis B-vel, te egyből rájuk szólsz. Na jó, hogy legyen akkor még itt amaránt színű? Mondjuk ezt a falat már lehet amarántra kellett volna. Lehet, hogy akkor itt az asztal mögött kifestem még olyan színűre.
Ezen a héten lesz Slime Rancher? Igen, Kira, ki is raktam. Vagy pénteken, vagy szombaton lesz, azt hiszem, de meg tudod nézni a menetrendet. Ugye külön posztba is kiraktam, illetve a Facebook borítóképem is az, ugye, hogy pontosan milyen live-ok lesznek. Na jó, hát egy-két részt újra kellett festenem. De szerintem ez így egészen jól néz ki. Nektek mi a véleményetek róla? Mondjuk lehet, hogy... Itt mondjuk túl nagy ez a falfelület, ami ilyen amaránt színű, szóval lehet, itt ezen még egy kicsit módosítanék. Csak nem tudom, hogy akkor hogy legyen, hogy csak a kanapé mögött legyen amaránt színű. Mindjárt átfestjük. Szeretnék egy kicsit dizájnolni is, nem csak túl lenni ezeken a feladatokon. Úgyhogy remélhetőleg ez nem probléma nektek sem. Viszont ugye előre nem láttam azt, hogy ez hogyan fog festeni. Már festeni, értitek, ne. Hú, ez nagyon rossz volt, bocsánat! Azt, hogy sikerült? Jaj, most az amarántot szipkáztam rá. Ja, hogy ez meg közben elfogyott. Aha, jó, akkor ezt eladjuk, és akkor még egy szürkét veszünk. Viszont a villámgyors festést azt lehet, hogy megvehetnénk. És akkor veszünk még egy szürke festéket 5000 forintért. Én azt mondom, hogy ennyit nekem még megér az, hogy jól nézzen ki ez a házikó. Köszönöm szépen közben Angelikának a megosztást, illetve Ricsi kérdezi, hogy ismerem-e a Hollow Knight nevű játékot, szerintem kedvelnéd. Amikor megjelent, akkor megvettem, és gondolkoztam rajta sokáig, hogy tök jó lenne belőle esetleg videót készíteni, úgyhogy lehet, hogy lesz. Mert igazából megvan a játék. De még nem próbáltam ki, csak ugye videókat láttam róla, viszont nagyon tetszetős a játéknak a stílusa. Nem tudom, hogy mennyire nehéz viszont maga a játék. Ha esetleg nem akarod megvenni a játékot, akkor csak úgy szívesen kölcsön adom. Hú, hát szerintem lehet, hogy megvan. Mert hogy ugye elő vagyok fizetve Humble Monthly-ra, és nekem úgy rémlik, hogy egyszer meg lehetett ott is kapni. Köszönöm szépen Henninek is az 50 csillagot. Szia Andi, bocsi, most jöttem, csak azért ebben az Insta story-ban láttam, jöttem. Köszönöm szépen Bernadett, semmi gond, hogy most érkeztél meg, olyan sok mindenről még nem maradt el le. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy a streamem. Időjárásról gondolkoztam el, számomra szomorú, hogy ilyenkor is tavaszias idő van. Hát, figyelj, igazából... Ja, tök jó lenne, hogyha szép nagy hó lenne, ahogy decemberbe kell lenni, viszont ha belegondolsz, nagyon sok szempontból azért nem olyan rossz az, hogy ilyen az idő. Például gondolj csak az árvállatokra, a hontalanokra, ilyesmi. Nekik azért hatalmas nagy segítség, vagy a szegényebb családokra, akik ugye nem tudnak fűteni, nekik azért hatalmas nagy segítség az, hogy most nincsen óriási nagy hóesés. Nyilván nekünk úgymond annyira nem a legjobb, mert ugye karácsonykor azért az ember nagy havazást szeretne látni, de azért ilyenkor vannak ennek előnyei is. Na, oksi. Köszönöm szépen közben Kolibrinak is a megosztást, és ennyi, igazából többit már beolvastam. Szia, sajnos mennem kell anyukámmal a boltba. Semmi gond, Jászmin, hogyha esetleg van kedved, várlak még vissza. Az első úgyis a család. Úgyhogy meg is haragudtam volna, hogyha anyukád helyett a streamemet választod. Jó lesz a ház. Köszönöm szépen, Kira. Ezt láttam Csabinál. Hát Csabi is játszott a játékkal, viszont én is szerettem volna kipróbálni, mert szeretem az ilyen jellegű játékokat. Remélem azért, ha nem baj. Azért az igazi karácsony mégiscsak fehér. Hát igen. Aztán majd meglátjuk. Lehet, hogy pont karácsonykor esni fog. Miért nem szóltatok rá, hogy nincs játéknak hangja? Így az ünnepek előtt megnéztél tőled egy jó kis rage-et, ünnepekkor te is pihenj. Hát, Ricsi, meglátjuk még, mert ugye én 24-én például tök egyedül leszek itthon, szóval valószínűleg csak unatkoznék. Úgyhogy még lehet, hogy lesz stream, de mondjuk szenteste azért nem akarok streamelni, mert azért nem szeretnélek titeket se elrángatni a családtól. Fürdőszoba lesz-e a házadban? Szeretnék. Nagyon szeretnék, de még mindig nem tudok. Mert nem kaptam még meg azokat az eszközöket. Kivel töltöm a karácsonyt? A családon kívül azaz így barát, vagy tesó, vagy stb. 23-án leszek apukáméknál, 24-én egy ilyen 1-2 órát unokatesóméknál töltök, és így nagyjából ennyi az egész nekem a karácsonyból, aztán pedig majd Bencével. De epikusan néz ki a házad a játékban. Köszönöm szépen, Dominik! Na, melyiket fogadjuk el? Van a Gics ház, ami nagyon-nagyon kecsegtető. Szeretnélek felfogadni egy ház felújításához, kis pofa, Bán Mihálytól. Nagyon kérem segítsen, megfizetem. Alapanyag pálinkához, virágok helyett! Én nem akarlak titeket befolyásolni. De ez jól hangzik. És ez garden flipperes.
Tudok-e táncolni? Nem tudok. Nem szeretek táncolni. Minek jobban jár, hogyha én nem táncolok? Köszönöm szépen, Bernadett. Na szóval szerintetek melyik legyen? Ez a pálinkás, ez nagyon jól hangzik. Aztán vannak még azért ilyen, hogy vegyek kezelésbe a falakat, játszótér és barbecue, gyep és úszómedence, vágj le a falakat. Gicsház legyen? Szintén szerint a gicsház legyen. Na, a pálinka ott is itt van. Rendelés garázs kitakarításra, nem értek a felújításhoz, segítségre van szükségem, ezek vannak még esetleg. Pálesz, miért nem sör? Köszönöm szépen Bernadettnek is a megosztást, dobok cserébe egy hatalmas nagy szívecskét. Jó. Szerintem akkor a pálinkás legyen, azt írtátok egy kicsit többen, aztán majd a gicsházat is megnézzük. Szóval, hol van a pálinkás? Hol van a pálinkás? Alapanyag pálinkához. Az anyám elutazott néhány hónapra. Amikor visszatér, majd elmondom neki, hogy a virágok sajnos elrothattak, mert túllocsoltam őket. Kérlek, vágd ki őket, ültesd el a kedvenc tövényemet, a birsalmára, a borszőlőre, stb. Gondolok. A házbejárata előtt hagyd meg a virágokat, hogy ne vegyen észre semmit, amikor hazaér. Minden virágnak a ház mögött el kell tűnnie, az az én helyem. Üdv! Le se írt, hogy kivel beszélek, de akkor fogadás. Köszönöm szépen közben Bernadettnek, Renátának, illetve Andrásnak a megosztásokat. Dobok érte cserébe szívecskét. Pálinkás nagyon hangzik. Mire kell ide érnem? Leváltottad a drága sört? Azért nem. Azért nem. Szóval a gyomakat el kell távolítani első körben. Jöjjenek akkor azok a gyomak. Ezek itt a gyomak? Az a baj, itt most például nem is látom, hogy ezek így mik lennének, mert ki lehet gazolni, de a térkép itt például nem jelzi, hogy ezeket ki kellene szednem. A virágokat kellene? Arra gondol, mint gyomak. Mert amúgy kitépkedhetem a virágokat, de szerintem annak tényleg nem fog örülni az anyja. Vagy ezekre gondolt, nem? Nézzük csak. Ó, szerintem igen, ezekre gondolhatott. És akkor ide kellene szőlőt, bakhusz szőlőt ültetnünk. Pedig ezek olyan aranyos kis virágok. És amúgy lenne szíve tényleg. De azt hiszem, hogy ezeket csak felemelni lehet, ezeket a virágokat. Sőt, ezeket ki se lehet szedni, ezeket a kis pirosas virágokat. Hát jó. Hol van még gyomak? Mert itt ezen a területen jelzi. Ó, itt van, oké. Akkor ezzel meg is vagyunk, és akkor jön a bakhusz szőlő. Viszont ezeket akkor lehet, hogy majd át kellene rendezni. Sims 4-et honnan lehet megvásárolni? Originen keresztül, tudod? Kicsit bunkó levelet kaptál. Hát ebben a játékban ez előfordul. Szóval bakhusz szőlő kell nekem, ez a fajta. És ebben mennyit kell? 5-öt kell ültetnünk, jó. Köszönöm szépen a megosztás Steffinek, illetve Ricsinek a 10 csillagot. Nekem mindegy, hogy karácsony fehér vagy sem, a lényeg, hogy a szeretteiddel boldog legyél. Igen, egyébként ez a legfontosabb. PSM milyen játékokkal játszok a leggyakrabban? Igazából PS exkluzívakat szoktam játszani, leginkább csak konzolom. De most például tökre rákaptam az Outer Worlds-re, ami egyébként ugye kint van PC-re is, viszont általában ugye konzolon akkor szoktam játszani, amikor ugye nem videózással foglalkozok, és mondjuk dolgozik a gépem. Úgyhogy most azzal játszok elég sokat. De ugye a PS exkluzívok közül majdnem az összessel játszottam. Ha van benne pianév, akkor az már nem bunkó. Na jó, ezt egy kicsit akkor így átpakoltuk. Szerintem ez így jól fog mutatni. Ezekkel viszont nem tudom, mit lehetne kezdeni, mert ezeket kiszedni se lehet, eladni se lehet. Ez erkölcselen. De átrakni se tudom ezeket a kis gyomokat. Na jó, hát akkor az úgy ott marad. Az tényleg ki is rohadhat. Helyezzük el akkor a növényt. Szerintem ide jók lesznek a szőlők. Igen, Andi, de azért van 100 órát PS-en a Stardew Valley-ben. Jó, igen. Stardew Valley-zni is sokat szoktam. Az a helyzet, hogy vannak játékok, amiket ugye nagyon-nagyon szeretek, és azokat szeretem kimaxolni több platformon is. Úgyhogy igazából a Platinum trofira hajtok, de valószínűleg Stardew Valley-ből nem lesz meg, mert ott nagyon nehéz a platinát összehozni. Sokat dolgozik a gépem, de tudnád mennyit amúgy? Majdnem tényleg éjjel-nappal be van kapcsolva mostanában, hogy ennyi streamelünk. Kész lett a ház a Sims-ben? Igen, szia Noémi, üdvözöllek! Gondolom akkor te nem tudtál maradni a végéig. Jaj, most elővettem ezt az izét. De sikerült befejezni a házat. Hihetetlen, de igaz, sikerült befejezni. Ezt is akkor elültetjük. Jó kis chilles játék. Szeretem amúgy az ilyen chilles játékokat. Szia Cartman, üdvözöllek!
Üdvözöllek itt a streamben, régen láttalak, mi újság van veled? A lyuk ki lett ásva, hát akkor helyezzük bele. És akkor földet rá. Jó, már csak akkor meg kell öntözni, és elméletileg akkor ez is rendben van. Új ügyességi pontot kaptunk, mindjárt megnézem, hogy akkor ez mivel jár. Kertész, kettes szint, kertész érzelem magas, fű látható minimapon. Ez kell amúgy, meg a gyomok is láthatóak. Vakontúrás is, minden látható lesz a vakontúrás. Na jó. Vegyünk akkor még ilyen bakuszt, mert ötöt kellene ebből elültetnem. Azt hiszem, hogy annyira nem szimmetrikusan sikerült ezeket lerakni, de most már mindegy. Veszünk akkor még egyet. Igyekszem akkor ezt most szépen lerakni oda mellé. És hova rakjuk az ötödiket? Ezeket nem lehet olyan jól elhelyezni így, de akkor rakjuk mondjuk így ide. Jó. Kezdjük akkor ezzel. Nincsenek amúgy ezek túl közel egymáshoz? Kertész is vagyok már, látod? Igen, Bence tudta, hogy mire céloztam. Én kertész vagyok, takarítónő minden egyszerre. Nagyon értek ezekhez a dolgokhoz. Kinevelt a játék. Most ezt nem tudom, nincs szükség itt ásni, jó, hát ráraknak a földet. Igen, nem vagyok egy lovas fajta. Mi volt egyébként a kérdés? Mert ugye azt nem láttam. Szeretem a cicákat. Nincs bajom velük, de nem tartanék itthon. Már csak azért sem, mert rengeteg kutyám van. És nem hiszem, hogy kedvelnék a cicákat. A kutyáim nem kedvelik őket, úgyhogy... Így, meg amúgy én jobban szeretem azért azokat az állatokat, akiket bármikor lehet simogatni. Cicák azért, hogyha jól tudom, nem ilyenek. Legalábbis az összes ismerősöm azt mondta, hogy az ő cicájuk nem ilyen. Úgyhogy gyanítom, hogyha nekem lenne, akkor is hasonlóan működne a dolog, úgyhogy szeretem, hogyha mindig rendelkezésre állnak egy jó kis simogatásra a kis állatok. Szia, Bianca! Hogy vagyok? Kérdezed? Jól vagyok, köszönöm szépen a kérdést. Most kezdtük el nemrég a House Flippert. És most egészen kipihentnek érzem magamat, szóval király minden. Alig várom már a Sea of Thieves live-ot majd a srácokkal. Ide is lesz karácsonyi sütős videó, Bencével azokat nagyon-nagyon szeretjük. Hát látod, ezt még nem tudom, mert eléggé el vagyunk havazva most teendőkkel. De hogyha esetleg összejön és van rá lehetőség, akkor lehet, hogy lesz. Leginkább időtől függ ez most, nem is kedvtől sajnos. Ezek gazok? Ezeket olyan szépen ki lehet szedegetni. De azt meg már meginnem, azt a kis piros izét. Ezt nem hiszem el, amint hogy direkt trollkodna velem a játék. Itt is van még egy kis gaz. Ugye megnézzük akkor, hogy hol vannak még, bár most elvetek az összeset látom. Itt is van még? Ó, itt is van még bőven. Aha, ezeket tudom akkor kisedegetni, kitépkedni. Amúgy simán elfértek volna ide ezek a szőlősök, meg ezek a fák, amiket kért a csávó. Szóval nem is értem, hogy miért akarta, hogy ezeket kitépkedjem. Elég gonosz dolog. Jó hangulatban szoktam live-ozni, a háttere. Szeretek beszélgetni nézőimmel. Nekem az volt ugye a problémám, főként a YouTube streamekkel, hogy nem tudtam kommunikálni az emberekkel, mert követhetetlen volt a chat, meg hát azért jóval kevesebb értelmes üzenet is érkezett, sajnos. Ez azért elég sok mindennek betudható, de erre most nem igazából szeretnék kitérni. És tök jó kedvű vagyok emiatt is. Mert lehet veletek értelmesen, normálisan beszélgetni. Na, akkor majd oda is benézek. Egyébként holnap nem megyek suliba. Na, az király, Bianca. Mire gyűjtök? Mire gondolsz, Bernadett? Nem igazából gyűjtök most semmire. Jó, akkor erre a területre még vannak itt gyomak. Hol vannak a gyomak? Meg kell keresni. Aha, ott valahol jelzi nekem. Itt valahol. Ah, ezeket kell akkor még gyorsan kiszedegetni. És valahol még leledzik egy. De az vajon hol van? 98%-on van. De itt nem igazából látom, az az érdekes, hogy nem mutatja a térkép, pedig szerintem most már megvettük az összes olyat, hogy mutassa nekünk az összes ilyen gazt, meg mindenféle ilyesmit. De valahol itt megbújik egy gyomak. Hát ha esetleg látjátok, akkor sikítsatok. De én most bármennyire is nézem, nem találom sajnos. Na mindegy, lehet, hogy csak bugos a játék. Előfordul. Holnap suli diszkó, wow! Facebookon kicsit visszafogják magukat az emberek, mivel profillal, ahol láthatják, nem annyira engedik el magukat. Igen, ez egyébként abszolút egy pozitívum.
Köszönöm szépen közben Barbie-nak is a megosztást! House Flipperrel, vagy csak úgy játszol? Csak úgy játszok most. Bele lehet-e ugrani a medencében? Nem tudom, de ha bele lehet, akkor lehet, hogy megünnepeljük ezt a kis takarítást egy jó kis medencézéssel. Szóval itt a gyomakot még mindig 82%-ra írja. De lehet, hogy csak azért 82%, mert a növényeket is abba fogja beleszámolni. Jó, kell közepes cseresznyafa. Közepes cserifa. Aj, annyira szeretem amúgy a cseresznyét. Nagypapámnak volt egy cseresznyefája régen, ami szerintem a világ legfinomabb cseresznyéje nőtt. És sajnos utána kivágták. Vagy már nem termett úgy, nem hozott úgy, meg nem is olyan volt ugye már egy idő után ereje meg lehetősége leszedni róla a cseresznyéket, meg ideje se, úgyhogy nagyon sajnáltam, amikor kivágták azt a finom cseresznyefát. Kira, te YouTube-on is jog is vagy, de az emberek 99,9%-a sajnos nem. Nem elég, hogy kitéped a virágok, amelyek keresztül is mész rajtuk? Látod, látod? De ezek ilyen izé extrém virágok, simán kibírják. Ezt is akkor gyorsan betemetem. És akkor még meglocsoljuk. Mert ennek a fának valószínűleg nagyon sokat számít az, hogy meglocsolom-e. Miután elültetem. Nagyon örülök, hogy ilyen kulturált a chat. Eddig a live-okon például YouTube-on sosem látták meg, ha írtam. Hát igen, ezért is mondom, én sokkal jobban szeretem az ilyen családiasabb hangulatú streameket. Mert valahogy azért veletek is egyszerűbb kommunikálni. Tehát, hogyha mondjuk elmondom azt, hogy nem szeretem, amikor lesz kérdéseket, akkor nem nagyon jönnek. YouTube-on viszont ez ilyen nem megoldható dolog, mert ha azt mondom, hogy nem szeretem, akkor továbbra is csak azzal van spamelve a chat. És egy idő után igazából úgy éreztem, hogy már nem is volt kedvem streamelni, mert egyszerűen csak mindig ideges voltam a streamek végére. Nem volt, mintha igazából csak úgy beszéltem volna, de minek. Na jó, egy közepes körtefa kell, jó kis körte. Körte pálinka készül. House Flipper, igen Imre. Egyébként, hogyha beírod azt, hogy felkiáltója playing, akkor itt Facebookon mindig kírja azt, hogy pontosan milyen játékkal játszok. Szóval, ha esetleg nem tudjátok a játék nevét, akkor így le tudjátok ellenőrizni. Az esetek nagy részében sikerül is beállítani normálisan, már hogyha elérhető a játék itt Facebook gamingen, de ez egyedül igazából csak a Card Life-nál volt, úgyhogy nem volt. Mivel szeretek foglalkozni videózáson kívül? Claudia elég is sok mindennel, leginkább egyébként a téli sportokat szeretem, meg nagyon szeretek rajzolni. Közepes szilvafa. Azért is csinálok rajzversenyt, mert szeretném, hogyha ugye az embereket egy kicsit tudnám... Nem szilvafa kellett? Szilvafa, de... Szilvafa. Szóval szeretném az embereket arra ösztönözni, hogy ők is kreatívkodjanak, mert kreatívkodni tök jó dolog. Jó, szerintem ide jöhet akkor ez a szilvafa. Női kezem van? Igen, női kezet állítottam be. Ez a női kéz a játékba. Rajzverseny infóit hol találom? Szia, Luca! A rajzversenyről az infókat a fő csatornámon találod. Ugye a Doggy Andy Gameplay csatornán. Azt hiszem a hét elején, vagy még talán a múlt héten töltöttem föl egy videót. Igazából a legújabb videó, úgymond. Most még jelenleg, mert este ugye töltök fel oda is új videót. Abban elmondok mindent, ami a rajzversenyről. Tudni kell. Na, még egy szilvafát kell vennünk, hogyha jól látom. Jó sok szilva lesz itt. Persze, befőtnek való. Mi? Majd anyunak azt mondjuk. Skyrimet fogom meg folytatni egyszer streamben. Köszönöm szépen, Ricsi, a 10 csillagot. Szerintem azt a mentést folytatni már nem fogom, viszont gondolkoztam azon, hogy ilyen késő esti streamekben tök jó lenne játszani a játékkal. Viszont előtte reddedezni szeretnék, és azt kellene szerintem befejezni azt a játékot. Csak mostanában arra sem nagyon volt időm, viszont hogyha nem leszek hullafáradt, akkor lehet, hogy még ma este bevállalok egy Red Dead streamet. Köszönöm szépen Antalnak közben a megosztást, jár érte hatalmas nagy szívecske! Tényleg hatalmas nagy segítség. Egyszer régebben beolvastad a kommentem a YouTube-on, és így magamban jé, 10 000-szer egyszer, viszont most mennem kell. Sziasztok, szia Gellért, üdvözöllek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Na, medencébe be tudok ugrani? Hát be tudok ugrani a medencébe. Pancsizunk, pancsizunk. Tök jó. Köszönöm szépen, Imre! Tudom, de ezért örülök, hogy nem megyek suliba, mert írunk fizikából, azért viszont nem, mert osztály karácsony lesz, és nem biztos, hogy beírek addigra a suliba, orvoshoz megyek. Ó. Hát, igazából akkor a fizikáról tényleg jó lemaradni, bár gondolom azért majd be kell pótolnod, szóval max így egy kicsit több időt kapsz a tanulásra. Jó. Azt nézem, hogy még itt valahol vannak gyomok,
De én nem igazából látom őket, szóval nem tudom, ezek hova kellene, hogy legyenek. Nem, ezeket nem tudom eladni. És ezen a területen írja, hogy 82%-át szedtem csak ki a gyomoknak. De akkor hol van? Még a füveket jelezheti, de... Nincs igazából magas fű, tehát hogy még csak azt se tudom, hogy most ezt levágom. Sőt, ezzel nem is tudok mit kezdeni. Eladni se tudom. Nem akarok ilyen módon pénzt keresni. Hát na jó, de akkor hol vannak a gyomak? Ti ezt értitek? Most bugos a játék? Vagy valamit én nagyon nem látok, és én vagyok a vaksi. Esetleg még itt a medence alatt megnézhetjük, de nem hiszem, hogy ott lesznek a gyomok. Sőt, hát hogy nőne ott bármi is. De egy visszarakok a medencét. Jó nehéz egyébként ezt fölemelni. Úgy oda lerakjuk. Köszönöm szépen Emmának is a megosztást! Wow! Gratulálok György második helyezethez. Megyei versenyem. Igen, várom a karácsonyt. Hát a család miatt már ilyenkor. Ahogy mondtam, már ugye vannak olyan családtagok, akikkel csak ilyenkor tudok találkozni. Úgyhogy általában azért szoktam várni a karit. Mentek holnap pizzázni az osztályjal? Na az is király amúgy. Nekünk szerintem ilyen nem is volt. Mindegy, húsos somot kellene ide ültetnünk. Aztán hát a közben megfejtitek, hogy hol volt az a gaz, amit én nem láttam. Húsos som. Ebből what kind of pálinka fog készülni. Igazán érdekelne. Helyezzük be a növényt. És akkor ezt el is ássuk. A ház bejáratához? Meglátjuk. Lehet, hogy akkor tényleg ott van. Bár itt területekre van szedve, tehát látod, hogy itt például 98%-ra írja a gyomokat. De akkor lehet, hogy összefügg az a két terület. Bár eddig még nem volt ilyen, de majd megnézzük. Na, közben besötétedett? Vagy mi történt itt? Olyan sötét lett, mint hogyha valami ízével, valami minor hettel próbálnék itt érvényesülni. Még egy somot akkor ültetünk. Hova rakjam? Ez nem fér ide? Ennek ekkora hely kell ennek a hatalmas nagy fának? Jó kis húsos ez a som. Ide akkor. Általában 2 órás streameket szoktam csinálni, most tartok 3-4 óránál, szóval még egy órát fogok kb. Játszani, meg még egy kicsit többet. Ugye 70 percet nagyjából. Csak úgy felemelted a medencét, ami merev és víz rezdenésmentes. Teljesen jó. Főleg, hogy a víz egyébként nem nehezítené meg a dolgot, tehát hogy nem lenne az azért egy több száz kilós valami. Igen, egyébként 17 órakor kezdjük ugye a Sea of Thieves-et, szóval egy kicsit hamarabb fogom abba hagyni a játékot, hogyha úgy kérdezted, hogy mondjuk így órára pontosan, nagyjából egy 10 perccel hamarabb. Csak hogy ne nagyon késünk a Sea of Thieves-el, mert tudom, hogy Csabi nem igazából szereti azt, hogyha elkésünk egy-egy live-val. Nem szeretném magamra haragítani. A jó öreg Csabi nyót. Kertszimulátor? Hát, igen, házakat kellene takarítanom, de most valamiért itt a kerteknél leragadtam. A pálinka az nagyon jónak hangzott, úgyhogy úgy voltam vele, hogy azért ezt a pálinkás küldit azért csak megnézzük. Szóval ezeket nem tudom kiszedni, vagy várjál, csak lehet, hogy... Bozót vágó. Lehet, hogy ezt kellene használnom ezekre. Várjál! Lehet, hogy tényleg ez kell. Igen, megnézzük. Gyomak? Eltűnnek így a gyomak? Hát nekem úgy tűnik, hogy nem megy följebb a százalék, hiába szedem le ezeket a virágokat. Vagy de? Nem, ez maradt 98. Mi van még itt, amit esetleg szépen szét tudnék itt szedni teljesen darabokra? Várjunk, de ez eltűnt most. Akkor itt kellene ezeket levágni, ezeket a virágokat, mindjárt megnézzük. Jövünk a bozót vágóval. És itt mit lehet még esetleg? De ezeket áthelyezni lehetett, úgyhogy ezeket biztos nem. Ezeket a virágokat nem lehet, ez pedig itt jó. Viszont akkor ezeket is azért csak levágjuk. Hülye kis virágok. Köszönöm szépen Kristófnak a megosztást. Illetve hozzá a kis szöveget. Megéri megnézni, köszi szépen. Örülök, hogy így gondolod. Lakás talkshow, beauty percek. Hát ez a Csabi, ő meg nem pakol lesz szóval. Hát a pálinka lesz a fizetség. Igen, lehet. Lehet. Japán birs kellene. Birs, birlak.
Hol van a japán birs? Japán birs. Nem is találja meg. Japán bi... Nem, figyelj, nem találja a japán birset. Japán, jaj, egybe van. De itt meg külön írta, nem? Nem. Csak akkor csak én voltam a vaksi. Már megint. Előfordul. Ezt hova rakjuk le? Olyan rossz, hogy ezt a bokrot például nem lehet áthelyezni, mert engem ez itt tökre zavar. De nem látom, hogy át lehetne helyezni. Bozótvágóval pedig levágni nem lehet. Szóval ez itt ilyen, itt marad. Ez ilyen kőbevésett dolog, ez a bokor itt. Amikor Andi mindent megtesz a sörért. Ez most pálinka! Szóval nem is tudom egyébként miért sem. Hát de virág! Ez egyébként tényleg az a fajta virág lehet. Olyan GTA-s, nem lehet áthelyezni. Átmenni rajta. Élőben kicsit más vagy, mint így videón belül. És ez baj, vagy sem? Jobban elengedem magamat a streamekbe. Az tény. Nem tudom, ez mennyivel jobb, vagy rosszabb. De én szoktam élvezni ezeket. Mikor nem vagy otthon, és hol vannak értékek? Ja igen, mikor nem vagyok otthon, és hol vannak az értékek a házban? Szeretek az ilyen kérdésekre válaszolni. Biztos nem lenne veszélyes, hogyha mindent elmondanék magamról. Hello, kell dobd ide a sört? Dobom, Lóránt, kapd el! Jó kis praktikeres ásó. Jó, kell még egy birs. Mi a safe code? Ó, azt is mindjárt átdobom, jó? Ide a chatre, mindenkinek, közkívánatra. Oké, és na. És akkor hol van a birs? Azt mondja, nincs szükség itt ásni. De hát akkor hol van a fám? Jó, hogy oda beraktuk azt a kis földkupacot, veszem csak észre. Gondolom akkor az lesz. Igen, helyezzük be a növényt, és akkor szépen be is temetjük. Ki a BFF-em? Nincs úgymond ilyen best friend forever-öm. Van egy nagyon jó barátom, de őt nem ismeritek, mert nem videózik. Ribiszke. Fekete ribiszke. Ó, aha, van vörös ribizli, fehér ribizli és fekete. De feketét kért, úgyhogy akkor azt ültetjük el. Az pedig akkor lehet, hogy ide kellene tudom ezek alá a fák alá rakni. Ugye veszünk ebből is, ebből hármat kell elültetni. Hát itt aztán tényleg annyi pálinka lesz, hogy nem lesz panasz. Csak engedélye van-e vajon? Tehát, hogy azért ezt már szerintem megadóztatják, ezt a rengeteg pálinkát. Hát Antal akkor, amikor időm lesz rá, de remélhetőleg a héten meg tudom csinálni. Ó, sajnálom, hogy nem tudtál eljönni, Steffi a szolnoki találkozóra. De biztos megyünk majd még. Múltkor Csabival tök jól elbeszélgettem egyik live-ban, közben meg sok normális ember volt ott, mondjuk Csabi ki is vágna buta embereket, a hangulat családias volt meg minden. Igen, ezért is szeretem, mondom ezeket a streameket. Tehát, hogy én úgymond már kinőttem abból, hogy akkor most feliratkozó számokat meg ilyesméket hajkurásszak. Nyilván örülök annak, hogyha sokan néznek, de hogyha már annyira sokan, hogy követhetetlen miatt a chat, akkor szerintem az a tartalom rovására megy. Kaposváron sokan voltak. Kaposváron, igen, azt hiszem teltház volt, de nem is tudom már. Igazából majdnem az összes ilyen rendezvényen teltház volt, szóval tök jó, hogy ennyien eljöttetek és tudtunk találkozni. Sok sört igyek a Sea of Thieves-ben? Jó. Tervben van. Remélhetőleg most már majd tudunk haladni azzal az új küldetéssel is, ami ugye az előző héten jött ki. Remélem most nem fogják éppen rédelni, vagy hát támadni ugye azt a területet, amit mi is akarunk. Jó. Megvannak akkor ezek a gyümölcsösök. Gyümölcsbokor 86 négyzetméter, pipa. Itt van valahol még akkor gaz, de hogy hol? Hogy tényleg nem találom. Tehát lehet, hogy én vagyok a vak, de egyszerűen... Lehet, hogy a bokrokat kellene megvágni. Hát csak nem. Ugye megnézzük, bozótvágóval tudok valamit kezdeni? Ők itt, mintha jelezne valamit, nézzétek csak. Lehet, hogy tényleg azt jelzi. Le kellett volna vágnom itt a bokrokat rendesen. Vagy megöntözni a bokrokat, vagy mit kellene? Gyomakot hír. Szóval nem hiszem. Megnézzük akkor még itt a ház előtt, hát ha van valami, amit meg lehet csinálni, mondjuk itt lehet füvet nyírni. Bár nem kértek meg rá, de azért lenyírhatnánk a füvet. De itt volt fűnyírás. Meg még van 50% gyomak.
Hűha, akkor van még bőven meló ezzel a kerttel. Hát nagyon remélem akkor, hogy jó pénzt adnak majd érte. Nem csak a pálest. Szerintem bug. Valószínű. Gyomírtás vállalok. Nem nézek X-faktort, ezt már nagyon sokszor megkérdeztetek, nem igazából értem, hogy miért. Nem nézek tévét, szóval az ilyenek tökre kimaradnak. Azt sem tudom, hogy kik voltak, vagy mit csináltak, vagy semmit nem tudok róla. Olyan szinten nem érdekelnek ezek a tehetségkutatók. Dorka, az előbb válaszoltam a kérdésedre. De ezért nem szeretek, amikor lesz kérdésekre válaszolni, mert onnantól kezdve ilyen őrültek háza lesz a cseten is. Ha egy embernek válaszolok, akkor hirtelen mindenkiből kitör. És inkább azt szeretném, hogy azzal a játékkal foglalkozzunk, ami jelenleg éppen van. Nem azzal, ami jelenleg éppen nincsen. Mert akkor olyan, mint a tök fölöslegesen játszanék most ezzel, mert nem is érdekelne titeket. Ami nem biztos, hogy így van, csak tökre olyan érzést kelt. És ezért nem szeretjük, amikor lesz kérdéseket, főleg streamek közben. Na jó, akkor gyep le lett nyírva. Mi van még itt? Volt még gyomak, amiket kiírt, de akkor úgy látszik a fűnyírással azt is meg tudtuk csinálni. Itt is van még valami, amit ki kell tépkedni. Mindjárt megnézzük, mi van itt pontosan. Itt sem nagyon látok amúgy gyomokat. Bár lehet, hogy itt jelzi majd. Valószínűleg itt lesz ezen a területen. Ó, itt van. Hát ez nem is tudom, hogy csalán. Mindjárt még ide jövök, aztán megnézzük. Itt valahol még kell, hogy legyen egy legalább. Viszont ezt se látom, és most már kezd sötétedni. Úgyhogy lehet, hogy fel kell, hogy adjam most már itt a gyomok keresését. Főleg, hogy ott is tök bágos volt, szóval simán lehet, hogy itt is kiszedtem mindent, mert a térképen már nem jelez nekem semmit. De azért gyorsan körbe lesünk itt, hát ha. Ti látjátok, hogy hol van az a gyom, amit ki kéne még szednem? Mert én igazából nem, ezek már csak ilyen áthelyezhető virágok. Gyomok nagyon el vannak rejtve a virágok közt, tényleg? Creativers újra várható-e? Hát nem tudom, igazából most írták. Ugye a kívánság héthez, szóval lehet, hogy akkor újból megnézzük a játékot. Hát én itt nem látom az a helyzet, srácok. Tényleg nagyon el van rejtve akkor az a gyom. De ezt is felemelni lehet, vagy ez az? Ugye megnézzük, előveszem ezt a bozót vágót, és akkor talán az majd segít. De nem, mert ezt a nagyot ki se lehet szedni. Na jó, én azt mondom, hogy ez most így dán, tehát, hogy rendelés lezárása. 99%-át teljesítettem, de egyszerűen nem találom. Azzal húzni meg az időt nem szeretném. Hogy most gyomokat keresgélünk. Mérföldkövető, hogy lehetsz? Hát elméletek, hogyha látsz ilyen mérföldkövetőt, akkor, hogyha ott rákattintasz magára a badge-re, akkor ugye láthatod azt, hogy melyik mit jelent pontosan. Van megint egy bunker. Jó. Nézzük a Gics házat, mert azt írtátok második legtöbbnek. Találkoztam már élőben Csabival, mondjuk amikor Békés Csabán voltál dedikálni. Igen, egyszer találkoztunk még régebben, azt hiszem 2 évvel ezelőtt, de lehet, hogy már van 3 is. Elég régen. Na, szóval Gics ház, hellóka! Az öreg nagynéném szanatóriumba került, egyhamar nem szabadul onnan, addig meg rám bízta a házat. Igazából szörnyű, szívesen lebontanám az egészet és egy újat építetnék helyére, de arra nincs pénzem. Az egész ház egy Gics parádé, mint a magányos anyáé lenne, aki szóval majdnem, mint az enyém. Hi-hi-hi. Dob ki az összes szekrényt. Cenzúra. És tegyél a helyükre normális bútorokat. A képeket kidobhatod a falról. Cenzúra. A lényeg, hogy ne így nézel ki, mert eléggé ízléstelen, pedig lehetne stílusos és elegáns is, igaz? Csá! Ki köszön el egy levél végén, egy e-mail végén, úgyhogy csá! Őszintén. Oké. A cenzúrákat pedig abszolút nem értem, mert kidobhatod a falról meg, vagy mit? Tehát, hogy mindegy. Fogodás. Csináljuk. 2 éve lehetett, mert akkor én is találkoztam vele. Hát lehet. Rendben, Steffi, köszi szépen, hogy itt voltál. Közben Szilviának szeretném megköszönni a megosztást, hatalmas nagy szívecske jár érte cserébe. Tényleg nagy segítség nekem, hogyha megosztjátok a streamet. Na kezdjük akkor, ja most kerttel nem is kell foglalkozni, hát akkor kerttel nem kezdjük. Szóval, itt van a Gics ház, föl tudom kapcsolni a
villanyt. Most valamiért nagyon világítok. Te van a fejemben valami izé, minor helmet, vagy mi ez? Töröld a tárgyat. Gondolom akkor itt most mindent törölni kell. Ezeket a szép izéket is. Te jó ég, mennyi fotó. Nem baj, eladjuk. Valaki megveszi ezeket a családi képeket. Végre takaríthatok. Egyébként nekem ez jobban tetszik, mint a Garden Flipper, amikor a házakat kell felújítani. Falak elpusztítani! ELPUSZTÍTANI A FALAK! Jaj, de rossz. Na jó. Fúj, de penészes a fal, de csúnya. Jó. Első körben szerintem az lenne a legjobb, hogyha ezeket... Hogy ezeket törölni is kell, ezeket a falakat teljesen. Oké. Akkor... Itt ezt a szobát, ha minden igaz, teljesen... El is kell, hogy tüntessük. Csá, Andrea! Köszönöm szépen, Ricsi, a 10 csillagot! Egyébként, ha valamit nagyon-nagyon utálok, az az, amikor csával köszönnek. Szerintem az ilyen nagyon idétlen. Főleg, amikor úgy látom, hogy egy ilyen egészen kis fiatal srác ír nekem, hogy csá, mint hogyha ilyen nagy haverok lennénk. Vagy nem tudom. És azért lánynak csával köszönni, hát nem tudom. Lehet én vagyok ez az öreg. Egyébként tök rossz érzés, tényleg, hogy emiatt nagyon öregnek érzem magamat, de nekem ez fura. Én ehhez nem szoktam hozzá soha. Hol tanultam? Koleszos voltam, bejárós vagy helyi? Igazából itt a kerületben. Ugye én Budapesten laktam. És Budapesten volt a sulim is, úgyhogy nem voltam koleszos. Úgyhogy helyi voltam. Szerintem mondhatjuk itt. Tehát 50 perc alatt kb. Beírtam mindig. Zseniás a magyar fordítás, mi remélem sosem javítják. Igen, egyébként szerintem földobja a játékokat az, hogyha tragédia a magyar fordítás. Mondjuk a Stardew Valley-nél idegesítő lenne, de az ilyen chill játékoknál, meg szimulátoroknál annyira nem tré. Köszönöm szépen egyébként a 10 csillagot, Ricsi, illetve Kirának is szeretném megköszönni az 50 csillagot. Csá, Andi, na most már egyben jönnek a csák. Miért nyomják F-et? Ja, hogy azzal van a világítás, köszönöm szépen. Haha, köszönöm szépen Áron a 95 csillagot. Neked is jár érte a szívecske. Azért Lüfti bácsi zseniálisabb volt. Jó, de Lüfti bácsi szerintem senki sem tudja überelni, tehát hogy... Az öreg az nagyon kemény volt. Köszi, megtaláltam már közben a világítást. Rendbe teszem a mi kertünket és kifizetem. Köszönöm szépen Kira 20 csillagot. Most így télen? Biztos vagy benne, hogy jó lenne? Cső, Andi. Na, elindítottam egy csácsű lavinát. Úgy érzem. Sziasztok. Jövő héten lesz stream vagy videó? Lesz mind a kettő. Nézegettem új kalandpályákat is, szóval gondolkoztam kalandpályán is. Ezt eladjuk. Illetve, tehát videóra gondolok most, meg stream is lesz kalandpályából, de ez nem a jövő héten, hanem még ezen a héten. És... streamek is lesznek, viszont azt még pontosan nem tudom, hogy melyik nap, hogy esetleg hogy lesz, hogyha lesz ugye ilyen családi ünneplés, ilyesmi, bár ahogy mondtam, olyan nagy családi ünneplések nem lesznek tekintve, vagy a családom nem nagyon lesz itthon karácsonykor. Te jó ég, mi van veletek? köszönöm szépen közben Andrásnak is a 25 csillagot, meghalok az cső, Márknak is a 10 csillagot, jó a játék? Igen, élvezem nagyon. Ez most már a harmadik House Flipper streamem, szóval tökre tetszik a játék. Ez azt jelenti. És Ricsinek is köszönöm a 10 csillagot, ez már egy mai slang, mindenki így köszönöm. Mindenkinek egyszerűen kiszaladnék a világból, amilyen fiatalságban. Karácsonyi csomagból most miért nincs pulcsi? Claudia, nekem sose volt a karácsonyi csomagomban pulcsi. Azért sem, mert ugye sokkal egyszerűbb a cégnek is legyártani előre a cuccokat, azért is tudunk rá kedvezményt adni, mert ugye előre nagy tétel számba legyártják a dolgokat. És ugye a pulcsi az pont egy olyan cucc, amit nem lehet sajnos nagy tételszámba gyártani, mert ugye különböző méretek kellenek. Na jó, rombolás! Mire fejleszünk, legyen kiváló kalapácsunk. Remek szerszám! I need some remek szerszám! Ez nagyon, nagyon rosszul hangzik egyébként, ez a remek szerszám. Oké, ezeket is akkor még el kell adni, ugye? Valószínűleg igen. Töröld a tárgyat, oké, és szőnyeg klasszikus vörös, ezt is el kell adni, és ezt nem kell. Kinek nézel engem? Jó, hát hogyha azt meg kell tartani, mert annyira csodás, akkor tartsuk meg, nem azt mondom, hogy ne. És festék színe mandarin, narancs és fehér. És az nem lesz szerinted csicsás? Hát ne viccelj. Jó, mandarin, narancs. Vegyünk akkor mandarin, narancsot. És fehéret. Fehér.
Mindjárt rákeresünk. Arra is fehér. Fehér fal. Vedd meg most. Csak most. Kis kertrendezésről és falbontásról maradtatok le. Igen, meg az amaránt festésről. Megmutattam, hogy miket rajzoltam. Hát most nem nagyon tudok rajzokat mutogatni, mert nincsenek itt. De majd lehet, hogy egyszer összeszedem a rajzaimat. Na jó, szerintem fehér legyen a konyha. Az tök jól mutatna. De ahogy nézem, az egész házat le kell festeni, szóval... Most aztán úgy fogunk fejlődni a festészetbe, hogy csak na... Sőt, lehetne úgyis, hogy ez a része viszont narancs. És akkor jó kis gicses lesz. Úgyis azt mondták, hogy jó gicses legyen. House Flipper miről szól? Megbízásokat kapunk, amikben fel kell újítani különböző házakat, kerteket, ugye van a Garden Flipper ott kerteket. És így nagyjából ennyi. Milyen kis chilles játék. Nekem igazából tökre bejönnek az ilyen jellegű játékok, szóval... Nagyjából röviden, tömören ennyi. Pénzt kapunk ugye nyilván a megbízásokért cserébe, amiből majd, hogyha jól tudom, tudunk venni magunknak saját irodát. Van most is saját irodánk, viszont... hát nem túl nagy. Az az órát amúgy tényleg nem lehet eladni, mert tragikusan néz ki. Jaj, nem fölvenni akartam, hanem festeni. Mondjuk én nekem van egy YouTube-os egérpadom, de rá kellett ébrednem, hogy legalább kétszer akkora kellene. Köszönöm szépen, Ricsi, a 10 csillagot. Szia, Andi, ami kéken világít, azt eladhatod. Köszi a tippeket. Ezt már mondtátok, a múltkor is csak kiment a fejemből. Sajnos néha olyan kis feledékeny vagyok. Én így szoktam köszönni felnőtteknek, van olyan, hogy embereknek, akiket tisztelek, úgyhogy jó napot! Jó napot kívánok, Kira! Üdvözöllek a streambe. De egyébként nyugodtan tegezzetek. Nem vagyok én olyan öreg. Csak a csát nem szeretem. Azt szerintem lányoknak amúgy se illik mondani. Min játszok? Most PC-n játszok. Egyébként van még PlayStation-om. Márk, köszönöm szépen a 10 csillagot. PS-en van konzolok közül. Abból egyébként megvan az összes 1-től a 4-ig. Jó, esetleg itt az ablaknál lehetne megint ez narancssárga, és akkor követhetnénk ezt a sémát, hogy itt a ablakok körül narancssárgára festjük ki. Sziasztok, most jöttem! Szia, Sugi! Üdvözöllek a streamben! Csak most tudtam jönni, meg tudtam nézni. Szia, Barbie! Üdvözöllek téged is! Egy kis festés. Hát de milyen hangulatos amúgy. Szobámat is egyébként most tökre kedvet kaptam lefesteni. Majd ha kész leszek az átalakítással, akkor tök jó lesz. De ezt valószínűleg majd csak jövő év tavaszán tudom megcsinálni. Mert azért itt nyilányzáró csere is kell, majd mindenféle ilyesmi. Mert most azért eléggé húz be a hideg. Régi ablakok vannak sajnos a szobába. Csókolom, André asszony! Na! Meg is húzom a füledet, hogyha így köszönsz. Nem csicsás. Á, nem! Na, úgy szerintem ez jól néz ki. Nekem tetszik. Köszönöm szépen Marcellnek a megosztást! Jár érte a szívecske. Köszönöm tényleg. Hatalmas nagy segítség számomra ez, ugyanis több emberhez eljut, ugye az, hogy streamelek. És esetleg olyanokhoz is, akik nem tudták, hogy itt Facebookon streamelek mostanában. És így legalább akkor ők is tudnak majd értesülni róla. Szóval már csak ezért is nagyon szépen köszönöm, hogyha megosztjátok a streameket. Meg ugye kiírja a neveteket, szóval azért az elég király dolog szerintem cserébe. Ugyanez igaz egyébként a lájkokra is. Megnéztem, hogy Xboxra van-e játék, és van, akit esetleg érdekelne. Na, szuper, hogyha van kedvetek, akkor ott is tudtok vele akkor játszani. Milyen színűre szeretnéd a szobádat? Igazából ilyen szürkés színűre gondoltam, ilyen világos szürkére. Mert hogy ugye szeretnénk majd ilyen hangtörő szivacsokat is felrakni, szóval tényleg ilyen teljes stúdióra átalakítani az egészet, meg akkor felszerelni polcokat, és van egy csomó loot crate-em, amiben tök király cuccok vannak, és végre azokat akkor fel tudnám helyezni, mármint polcokra. És, jaj, ez nagyon rosszul hangzott. Te jó, hogy csak kinek klippelje valaki. Szóval, hogy akkor azokat ugye polcra fel tudnám rakni, és akkor így streamekben valószínűleg nem is erőltetném a zöld hátteret, hogyha lenne egy menő háttér mellé. Köszönöm szépen Virágnak és Máténak is a megosztást, és Tamásnak is. Te jó ég, nagyon cukik vagytok, köszönöm tényleg. Szia Robin, üdvözöllek. Azért szerintem a 260 éves embernek úgy köszönsz, hogy csókolom, nincs vele semmi baj. Az a 260 év nem kevés, kappa. Köszi szépen. Mire jók a csillagok? A csillagok támogatások, tehát hogy ugye vásárolni lehet őket. Na és már jön a klip. Szóval hogy vásárolni lehet ezeket a csillagokat, és ugye ebből én is részesedem, tehát...
tulajdonképpen támogatni tudtok vele. Majd egyébként szeretnék még a két ünnep között, tehát így karácsony környékén, lehet, hogy akár a jövő héten egy adománygyűjtő hetet tartani, és akkor a csillagokból befolyt összeg az menhely támogatásra fog tovább menni. Illetve tegnap mondtam is, nem tudom, hogy hányan voltatok itt, úgyhogy elmondanám azért még egyszer, hogy gondolkoztam azon, hogy ugye van az a menhely, akinek segítettünk, és most nekik Budapesten van egy gyűjtésük, és arra gondoltam, hogy akár szervezhetnénk egy olyan közönség találkozót, ami ingyenes, viszont én nagyon-nagyon díjaznám azt, hogyha esetleg állateledelt hoznátok, és akkor azt továbbadnánk, ugye, annak a menhelynek. Tehát, hogy van egy ilyen gyűjtőpont, akár oda szerveznénk egy ilyen kis közönségtalit, ilyesmit, beszélgetnénk egy-két órás ilyen talira gondoltam, és akkor tudnátok úgymond ti is támogatni étellel, hogyha úgy gondoljátok, hogy ez jó ötlet, akkor ezt mindenféleképpen írjátok meg. Nekünk is ilyen színű falunk volt, és nagyon menő. Na, az király! Akkor annyira rossz nem lehet. Akkor még küldök csillagot. Köszönöm szépen, Kira! Jár érte a szívecske. Illetve ennem tudjának is. Köszönöm szépen, köszönöm a megosztást. Lapopon nézem a live-ot, miközben telón játszom a telefonon, csak most kaptam értesítést a live-ról. Igen, most egy kicsit furán küldi ki az értesítéseket a Facebook, sajnos, valószínűleg megint valamit változtattak az algoritmuson, de remélhetőleg azért ezt hamar orvosolni fogják. Szóval, hogyha esetleg nem kaptok értesítést, akkor mindenféleképpen már csak azért is nézzétek meg ugye a menetrendet, mert azért ahhoz úgy nagyjából tartom magamat, tehát maximum fél órás súszások lehetnek, de hogyha valami mégsem kerül megrendezésre, valamelyik stream, akkor arról természetesen majd rakok ki posztot is. Szóval azért azt sem szeretném, hogy fölöslegesen várjatok streamre, de melyik ajtót kell törölni? Ezt az ajtót kell törölni. De azért érdemes megnézni majd mindig a menetrendet, és akkor ezt a falat elpusztítani. De ezt meg majd halvány citromra kell festeni. Szomorú, hogy nem Magyarországon lakunk. Hát sajnálom, az a baj, hogy igazából erre tényleg ki lehetne találni valami tök jó módszer, de én nagyon, nagyon kiállok az állatvédelem mellett. És ezért is gondoltam ezt, hogy hát ha így lehetne, mert ugye sokan írtátok, hogy nincsen bankkártyátok, de szívesen támogatnátok a dolgot, és szerintem ez egy tök jó módja lenne az egésznek. Tök jó ötlet, nekem a Rexman helyről van, kutyusom? Na, az király. Örülök, hogy örökbe fogadtatok. Sajnos román nagyon lakom, de nem tudok menni a kutyusoknak adni kajcsit, nagyon sajnálom. Semmi gond, Barbie! Megértem természetesen, nem várom el, hogy Budapestre felutazzatok emiatt. Ez igazából inkább a budapestieknek szól, akiknek nincs bankkártyájuk, de szívesen támogatnák ezt a jó ügyet. De még nem biztos, hogy ez lesz, ha lesz, akkor majd úgyis valószínűleg fogok róla posztolni. Meg akkor majd streamekben is bővebben tudok róla beszélni. Igazából jelenleg ez még csak ilyen megbeszélés alatt áll. De még nem tudom, hogy mikor és hogy lesz, szóval... Majd, ha lesz bármi konkrét infom, akkor majd elmondom nektek. Na jó! Azt még ott ki kell ütni? Vagy az majd el fog tűnni? Jó, el fog tűnni. És még itt is ki kell üssük a falat, meg gondolom ezeket a nagyon szép nagyi foteleket még majd el kell adni. Nekünk az iskolákban kutyáknak kellett vinni kutyakaját, meg szegény gyerekeknek vittünk. Na, az tök jó dolog, Marcel. Sajnos nálunk ilyesmi nem volt, de nagyon örülök, hogy most már ilyesmire is odafigyelnek a sulikban. Egyébként tök fontos dolog, hogy ugye, főleg ilyenkor karácsony környékén, meg nyilván nem csak karácsony környékén, hogy adjunk azoknak, akik rászorulnak. Mi is fogunk hozni a kutyust menhelyről tavaszra, városnaményi menhelyről? Igen, városnaményben nagyon rosszak a helyzetek. Azt hallottam. Úgyhogy tényleg a legszegényebb menhelyekről érdemes elhozni az állatokat. Hiszen ugye nekik van a legnehezebb dolguk az ellátásukkal. Szia Andi, hogy vagy? Hogy telt a napom? Szia Ricsi, üdvözöllek! Jól telt eddig a napom, köszönöm szépen a kérdést. Igazából most tök sok kedvem volt ez a House Flipperhez, szóval nagyon örülök, hogy a mai napra időzítettem be a live-ot. Ugye általában azért egy héttel előtte kiszoktam találni, hogy mit fogok streamelni, hogy azért ti is fel tudjatok készülni, meg akár úgy tudjátok hogy az időteket szervezni, hogyha valamelyik stream érdekel, akkor ott tudjatok lenni.
És azért van olyan, hogy mondjuk kitalálom hét elején, hogy majd ezzel szeretnék játszani, és aznap annyira nincs hozzá kedvem, de azért olyan nagyon nagy módosítást nem szeretnék. Aztán lehet, hogy majd lesz egyszer erre is példa. Jó, halvány citromfestékkel. De most tökre örülök, mert tegnapi Simstream után most így kifejezetten felüdülés ezzel a játékkal játszani, és akkor az egész halvány citromszínű kell, hogy legyen. Helyezd el az eszközt, oké. Okay. Akkor halvány citrom for the win. Én is ma fogok játszani vele. Kész lett a Sims ház? Igen, elkészültünk a házzal. Akkor itt most annyira nem lehet dekorálni. Nagyon muris a játék a végigjátszás után. Béna vagyok, Robin? Úgy azt mondod? Ezt akarod ezzel mondani? Melyik a kedvenc játékom? Igazából, hogyha kell egyet választani, akkor a Skyrim-et tudnám mondani. Ugye az Elder Scrolls-nak az ötödik részét. De igazából a régebbieket is szeretem, meg az online-t is szeretem, meg a Fallout játékokat még nagyon-nagyon csípem. Szóval így mondhatom azt, hogy a Bethesda-nak az RPG-it inkább ilyen RPG-s vagyok. De egyébként beakad a nyelvem is. Szóval nagyon sok játékkal szeretek játszani, nagyon sok stílusú játékokkal, de az RPG-ket szeretem a legjobban. Viszont azok sajnos annyira talán nem izgalmasak streamben. De hogyha van rá igény, akkor lehet, hogy majd ilyen késő esti streamekben játszhatunk velük. Aki nem látta a házat, meg fog lepődni. Ja, igen. A Sims-es házikót. Szerintem egyébként jó lett. Te is végigjátszottad a House Flippert? Én még nem. Ez a harmadik alkalom, hogy játszok vele. Ugye az első streamben próbáltam ki legelőször a játékot, szóval mondhatni még zöldfülű vagyok. Összesen, mindjárt mondom hány óra, 73 perc van ebben a játékmenetben, és 5 óra van összesen. Tehát 5 órát játszottam még csak a játékkal. De szerintem most már kezdek belejönni. Oblivion? Az Oblivion-t is szeretem, igen. Köszönöm szépen, Ricsi, a 10 csillagot. Mi a kedvenc dalom? Igazából nem nagyon szoktam ezt változtatgatni. A Coldplay a kedvenc zenekarom, és tőlük a Fix You, illetve a Scientist a kedvencem. Így nehéz választani, de igazából nagyon sok más számokat is szeretem, a Speed of Soundot is, inkább a régebbieket. De most az új album is nagyon-nagyon jó lett szerintem. Igen, lesz ma Sea of Thieves, majd ezután a stream után. Lesz kb. Egy ilyen 10-15 perc szünet, és akkor utána kezdjük a srácokkal a shotot. El is fogyott? Most felseted a falat, jó. Oké. Okay. Akkor csak felszívta magát ilyen gyorsan a ecsetem. Vittem mind a kutyáknak kaját, a gyerekeknek is vittem ajándékokat. Na hát, nagyon kedves vagy, Marcel. Büszke vagyok rád. Outlastot ki fogom megpróbálni. Azt hiszem, Bencével játszottunk Outlastot. Vagy lehet, hogy valami más. Nem tudom, Resident Evil, Outlast, valamelyikkel játszottunk. Azt talán még fönt is van Bence csatornáján, de lehet, hogy már letörölte. Streamben játszottunk ugye a játékkal. De most azt nem hiszem, hogy karácsony környékén horror játékokat kellene erőltetni. Annyira nem hozná meg azt a hangulatot. Igen, az is jó. Ricsi, az a szám is. Nálam 153 óra van benne. Wow! Az durva. Stardew Valley-t vagy a Sims-et szeretem-e jobban? Na látod, ez jó kérdés. Igazából mind a kettőnek megvan a maga varázsa. Még mind a kettőt más miatt szeretem. Talán a Sims-et azért mondanám, mert ugye gyerekkoromban a kedvenc játékom volt, ugye az első része, meg a második is. És ahhoz nagyon sok szép emlék köt. Meg azért talán egy kicsit több dolgot lehet csinálni a Sims-ben, mint a Stardew Valley-ben. De a Stardew Valley is nagyon vicces. Szóval azt is nagyon-nagyon szeretem. Tök durva egyébként, hogyha összeszámolom szerintem a konzolos játékokat, mármint amit konzolon játszottam a Stardew Valley-vel, meg amit PC-n játszottam a Stardew Valley-vel, ilyen lassan ilyen 250 órára jövök ki. Szóval elég sokat beleöltem abba a játékba. És a mai napig nem tudom például, hogy melyik halat mikor lehet pontosan kifogni. Karácsony előtt csak rage lehet. Megyek, megnézem a kövi live-ot. Rendben, Szanti, várlak vissza. Új ügyességi pontot kaptam, igen. Oké, és festésre, villámgyors festés. Egyszerre több festés szerintem jó lehet, hogy egyszerre két falat festek. És a kertészkedésbe is kaptam, lehet, hogy ez a 80%-kal gyorsabb, nem, a felszerelt ez jobb, nagyobb nyírástér a trimmernek, hogyha majd füvet kell nyírni. Jó, viszont kell még vennem ilyen halvány citrom festéket, mert hogy elfogyott.
Dawnstarban mindig ott vagyok. A héten lesz 2 Dawnstar is. Szóval várunk sok-sok szeretettel. Fú, de furán fest így. És ezt most sem muszáj lesz mindig így használnom. Mert ez így szívás, így nem nagyon tudok majd dekorálgatni. Csak ilyen nagyon izé falakat. Nagyon vastag falakat. Lehet, hogy akkor a 3-asat meg se veszem. Bár... Nem tudom, ha azért úgy mutatná, hogy lehet akkor ezt így majd kilogikázni, hogy mennyit fes le. Egy évfordulós követő vagyok. Yeah! Na, az Király Anton. Üdvözöllek. Az én osztálytársam cipősdoboz akcióban 35 cipősdoboz gyűlt össze, abból 9-et én vittem be. Wow! Gratulálok, Ricsi. Büszke vagyok rád is. Az a baj, hogy én is amúgy akartam összeállítani, csak hogy nekem nincs cipős dobozom, amiben belerakja, majd nem is vettem cipőt idén magamnak. Annyira nem szeretek ruhákat vásárolni, hogy idén nem is vettem magamnak cipőt. Na jó, egész jó lett amúgy szerintem ez a szoba, valamit viszont fel kell szerelnünk. Helyezd fel az eszközt. Várjál, valahol nem festettem le teljesen. Ne, 99%-ra írja. Ott az a kis csík kimaradt, és most emiatt kell vennem halvány citromot megint. Ó, hogy a halvány lócitrom mindenit. Szia, miről maradtam le? Szia, Viki! Olyan sok mindenről. Nem igazából... most újítjuk fel ezt a házat. Már felújítottunk egyet, meg egy kertet. Szóval ez a harmadik megbízás, amit elfogadtam ebben a streamben. Ó, Sims, emlékszem, amikor még hangyásikkal játszottál. Igen. Hát az nem most volt, az ugye akkor volt, amikor megjelent a Sims. Vallásos vagyok-e? Nem vagyok vallásos. Nem is kereszteltek meg, a szüleim úgy voltak vele, hogy majd, ha én úgy gondolom, hogy szeretnék valamilyen vallást követni, akkor... akkor majd azt úgy is fölveszem magamnak azt a vallást. De nem találtam meg még azt, amiben hinnék, úgyhogy nem vagyok az. Dupla ágy mal. De először a eszközt kellene felszerelnünk. Ami gondolom ide jönne... ja, megnézzük, hogy ide mi kell. Éjjeli szekrény, Anna bal oldali, Anna jobb oldali, irodai szék, polc, kal, dupla ágy, mal, sarok, íróasztal. De akkor milyen eszköz kell felszerelnem? Ide kellene tévét, vagy mit? Tudja, hogy ide kell. Meg tudom nézni a rendelést, hogy mi volt. Ti emlékeztek, hogy mit mondott, hogy mit kellett ide venni? Mokricsi összes mod bemutatóra emlékszem. Hát, az jó régen volt. Mi kell ide? Milyen eszköz? Elektronikus felszerelések vannak. Egy jó boiler, gázűszer, hűtőszekény, indukciós, elektromos hősugárzó, TV, függő TV, monitor, HD monitor. Hát de... Lehet, hogy a magyarosítás rossz, csak hát lehet. De nem tudom igazából, hogy mit kell ide rakni. Hát, de ide látok egyedül eszközt. Már ezt el lehet adni, akkor a kékeket el lehet, nem? Nem. Akkor ezt nem lehet, ezt csak áthelyezni lehet. De akkor áthelyezzük ide. Máshova én nem is olyan látok tényleg eszközt, amit föl lehetne rakni. Érdekes, hogy most nem voltak koszosak az ablakok. Vagy lehet, hogy itt van. Nézzük csak meg emögött. Nem, emögött nincsen semmi. Akkor ezt visszarakjuk így ide. Kertész, takarító, szoba, festő, berendező, azaz. Csabinál is gyomok volt a gyomok helyett. Hát valószínűleg azért, mert rosszul van fordítva az egész játék. Én akkor vettem meg a House Flippert, amikor te az első streamet csináltad, bőle 30 óránál járok. Wow, Vivi! Az durva. Hát örülök akkor, hogy... ennyire megtetszett a játék, meg tudtam új játékot mutatni neked. Szóval ezek csak sima konnektorok, nem hiszem, hogy ide kéne. Biztos, ide kell valamit felszerelni, és nekem ez egy kábel TV eszköznek tűnik, vagy hát... kábel TV-t tudnék ide elképzelni. Jó, vegyük akkor ezt is egy dupla ágy malt. Mal, dupla ágy. Ó, ez egész jól néz ki. Legyen fekete színű, és az ágynemű, az mondjuk, jaj, de csicsás, jaj, de nagyon csicsás. Az ágynemű akkor legyen mondjuk ilyen, vagy legyen kékhez itt. Azok a párnák, oké. Legyen akkor ilyen vörös színű. Nem fog menni a sárgához, de talán az lenne a legjobb. Vagy, hogyha ilyen sárgára akarjuk, és a párnák is sárgák. Így esetleg. Hát... nehéz, nehéz.
Így talán. Így annyira nem csúnya. És akkor azt mondom, hogy ezt a ágyikót, ezt így beforgathatnánk így ide. Itt egész jól mutatna. Úgyni. Na, mit szóltok hozzá, szerintetek? Jaj, kezd közben lemenni a nap, úgyhogy felkapcsolom a villanyokat. És akkor egy kicsit jobban látunk. Szia, Andi, új vagyok itt. Szia, Bence, üdvözöllek a streamben. Hogyha esetleg még nem tetted meg, akkor nagyon megköszönném azt, hogyha esetleg rányomnál a követés gombra, hogyha szereted mondjuk a videóimat YouTube-on, ugyanis minden hétköznap szoktam itt streamelni. Illetve, hogyha bekövetsz, akkor kírja a nevedet. Nem csicsás, ez jó így. YouTube-ról átjött a vírus, hogy sokat késik az értesítésről, beszéltek? Igen, most kezdtelek el követni. Köszönöm szépen, Bence! Szia, Andi, az, hogy milyen konnektorok vagy csatlakozók vannak a falon, az nem függ össze az, hogy mit kell hova rakni, és tudsz felrakni, remélem segítettem. Na jó, de továbbra sem tudom, hogy akkor mi kell. Jó, éjjeli szekrény, Anna. Anna, éjjeli szekrény, jobboldali, baloldali, mind a kettő kell. Ebből akkor fehéret veszek szerintem. És akkor ez így illeni is fog ehhez az ágyikóhoz. Várjál, ezt így kell rakni, ugye? Gyanítom, igen. Ez a jobb oldali, igen, akkor most a bal oldali kell. Anna! Bal oldali, éjjeli szekrény, legyen mind a kettő fehér. Jó. Okés. Mondjuk szerintem ez direkt ide lett tervezve, tehát hogy valószínűleg a játékosok 90%-a ide rakja le ezt az ágyat. Vagy az éjjeli szekrények is pont úgy férnek oda. Jó, oké, és kell egy polckall. Tiszta olyan nevük van, mint az ilyen IKEA-s bútoroknak. Polckall. Ez is tiszta IKEA-s. Ezt hova rakjuk? Hát talán ide kellene, szerintem. De ez csúnya barna ízét meg kell tényleg tartanunk? Nem tudom kirakni a kertbe, ez kell ide. köszönöm szépen a Notify felkelt olyan Notify parancsokat, ugye ezzel tudtok bekövetni. Hogyhogy nem YouTube-on live-ozok, azért Bence, mert nem élvezem a YouTube-os streameket, mert lassan egy éve nem YouTube-on streamelek. Követhetetlen a chat, és egyszerűen én nem szeretek úgy streamelni, nem tudok odafigyelni a nézőimhez. De ezt egyébként pont most itt a stream elején kifejtettem. Ez egy igazi IKEA ház, ugye, hogy ugye? De még az ágyoknak a neve is tényleg olyan volt. Irodai szék, sarok, íróasztal. Na, keressük akkor a sarok íróasztalt. Sarok íróasztal. Író. Lehet, hogy ez a baj, hogy írónak írtam. Íróasztal. Ez jól néz ki, ez jól néz ki. Legyen akkor ez is fehér. Bár ez fenyőszínű, de jó lesz az. Várom a Sea of Thieves-t. Igen, az pedig a másik, hogy ugye Facebook partner is lettem. Szóval nyilván amiatt nem is streamelhetek YouTube-on, de nem is akarok streamelni, szóval abszolút nem hiányzik. Azt kell, hogy mondjam. Egyébként úgy streamelhetnék YouTube-ra, hogy ugye nem videójátékot, de annak meg semmi értelme nem lenne. Akkor már inkább Insta streamet csinálok, hogyha csak úgy magamat akarom mutogatni, de arra nem hiszem, hogy lesz példa, mert nem igazából szeretem magamat mutogatni. Bármi hihetetlen. Kicsit ezt jobban beljebb kellene tónom. Úgyni. Íróasztal. Szia, csak most jöttem, semmi baj, vatta cukor. Üdvözöllek a streamben. Na most azzal mit csinálok? Olyan csúnya, nem hiszem el, hogy meg kell tartani azt az izét, azt a polcot. Vagy mi az? Szék, nem szék. Mondjad már! Mi az? Szekrény. Tudtam, hogy valami S betűs. Vissza lehet nézni, igen. Mindig vissza lehet itt egyből nézni a streameket, illetve YouTube-ra is föl szoktam őket tölteni a VOD csatornámra. Szóval le kellene nekem egy szék. Irodaszék. Irodai szék. Irodai szék. Ebből pedig egy fehér szín. Szerintem az, ami passzolna, és akkor oda be is forgatjuk. Jó. Hálószoba 28 négyzetméter pippa. Akkor nem is kellett ide eszköz? Hát ez hülye ez a játék akkor. Az a baj, mivel ez sarokíróasztal, ezért nem nagyon tudom máshova rakni, viszont... Hát nem tudom, hogy ezt hova rakjuk, vagy rakjuk ezt inkább így ide. Ja, megnézem, hogy ide fér-e. Akkor lehet, hogy inkább ide raknám le. És
Csak az úgy tök jól tudna mutatni. Nini. Most viszi? Nincs ez eltolva? Nem, neki van csutkára tolva a falnak. Hol mutatott szerintetek jobban? Itt vagy ott? Mondjuk nagyon sötét van, veszek nekik lámpát. Ugyan nem kértek meg, de engem nagyon zavar, hogy ilyen sötét van itt. Vegyünk ilyen stílusos lámpát, mondjuk. Fehérbe. Fehérbe, ne ilyen nyuszisba. És akkor ezt ide rá tudom rakni a éjjeli szekrényre. Nagyon szeretem a live-okat, csak nem jött értesítés. Igen, most valami van az értesítés rendszerrel sajnos. És ezért is szoktam kirakni Instagramra, meg YouTube-ra is, meg egy csomó helyre, hogy biztosan értesüljetek arról, hogy a stream van. Remélhetőleg ezt hamarosan orvosolni fogják, hogy kapjatok róla rendesen értesítést, ahogy ugye a legelején volt. És valamit akartam mondani, de kiment a fejemből. Előfordul. Nennyezeti lámpa cső. Vegyünk csőt. Szóval igen, és még azt szoktam ilyenkor ugye mondani nektek, hogy mindenféleképpen nézzétek meg ugye a menetrendet is, mert attól azért nem nagyon szoktam eltérni. De ezt a retek lámpát tényleg meg kell tartanom, mert olyan ronda, úgy oda eldugjuk a sarokba. Vették le a kezemről a gipszet. Marcel, akkor szerencsés vagy, hogy már jobban érzed magadat. Köszönöm szépen a 10 csillagot, Kira! Jár érte a szívecske! Meghoztad a kedvem ehhez a játékhoz. Na, szuper! Jó, végeztünk szerintem ezzel a hálószobával. Nem nagyon tudok vele már más csinálni. Ez kár, hogy nem lehet mondjuk átcserélni más színűre, de így jártunk. El kell fogadnom, hogy ilyen csúnya színű lesz az a szekrény. Szia, Adi, mennem kell? Szia, Bence, üdvözöllek, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm. Ugye már még le is kell menni? Na, szóval konyha. Konyhasziget lefolyóval. Várj, itt se festettem ki mindent. Hol maradt ki? Biztos valami ilyen ablak... Ah, jött az ablakpárkány. Akkor most megint vehetek narancsszínű festéket. Király, nem? Hol vannak azok, amiket vettem? Fejlesztés, vásárló, nem ezek kellenek. Itt van mandarin, narancs, szerencsére még pont van belőle. Itt a gyors menübe. Ágyjal szembe dobjak fel egy tévét? Az a baj, az ágyjal szembe izé volt, nem? Nem ez. A szoba, hanem ez a szoba. Szóval az ágyjal szembe... Á, mondjuk ki jogos. Ha ezt ide átrakom... Akkor oda föl tudok rakni egy tévét. Ugyan nem kérték, de szerintem tök jól mutatna. Mi a tabletben az a HG TV? Ez majd egy új DLC lesz, ahogy látom. Televízió? Televízió, nem tévé. Tévé. Jó. Függő tévé, modern szekrény, sarok tévé szekrény. Oh. Ilyet miért nem kértek? Jaj, ez mekkora! Valószínűleg ezért nem kértek. Elektronikus felszerelés, háztartási cikk. Háztartási gépnél? Gépnél van valamiért. Függő tévé. Ez jó drága. Ki tudják ezt fizetni nekem? Mindegy, jó fejek leszünk, kapnak tőlem egy tévét is. Bedugni már majd nekik kell, de kaptak egy tévét is. És be lehet kap... Még jó, hogy bekapcsoltam, kicsit hülyének néztek volna. De akkor veszünk ide egy ilyen kis izét is, asztalkát. Berendezés. Legyen akkor már tényleg szép. Én azt mondom, íróasztal, nem szófa, asztal, szófa. Ki hívja így a kanapét, hogy szófa? Tévészekrény vira. Ja, ez így jól fog mutatni. Csak legyen ilyen matfehér. Ígyni. Ugyan erre tévét szokás rakni, de most a tévé fölött, vagy tévé alatt lesz. Szép is lenne, ha a tévé fölött lenne. Na, azért így már csak elfogadhatóbb, nem? Jó, oké. Ezzel a szobával most már biztos megvagyunk. Fordító volt a tévé. Igen, észrevettem. Ez a te pénzedből megy. Tudom, tudom. Ó, sajnálom. De azért örülök, hogyha azon a napon itt tudsz lenni, Sanyi. Megfordítottam a tévét. Legalább meg tudom annak fejen állni. Majd azt mondom, hogy ausztrál vagyok, és én így szoktam nézni a tévét. Szerintem az is egy megoldható szófa azért, mert angolul szófa. I know what a cukor, tudom. Tudom, hogy azért, csak... Tehát magyarul nem mondja is senki a kanapét, hogy szófa. Szerintem.
Na jó, kell akkor konyhasziget lefolyóval, konyhasziget sütőlappal. Konyhasziget sütőlappal. Hú, ez jól néz ki, na látjátok. Csak milyen színű legyen? Mert hogy itt fehér és narancssárga a terep. Szóval én azt mondom, hogy akkor maradjunk ennél. Legyen akkor minden fehér itt a konyhában is. És akkor egy kis sárgás, ilyen fémes részt hagyok neki. Csak ezt hova rakjam már? Ezt el kéne adni, nem? Igen, ez nagyon útban van. Jó. Ezt ide tudom rakni? Oké. Na, már is sokkal jobb. Konyhasziget lefolyóval. Konyhasziget lefolyóval. És akkor ebből ez kellene, és akkor ez is legyen ilyen fémes. Hú, várjál, akkor lehet, hogy ezt kellene először lerakni? Aha. Inkább ezt kellene, nem, várjál. De ezt így kell lerakni, oké. Akkor viszont első körbe ezt arrébb rakjuk, és akkor jöjjön ez a konyha sziget. Azt nem tudom, hogy most már vajon... De várjál, nem is. Hogy kellene ezt elhelyezni, hogy ez... Ez normálisan mutasson. Ez most egy kicsit összezavart. Mert hogy mondjuk abból a szempontból ez itt jól lenne, hogy akkor hozzáférnek ahhoz a konnektorhoz. Nyilván semmi értelme nincs, tehát nem fogja soha használni ezeket a cuccokat. Csak úgy lenne logikus elhelyezni, de hogy ez meg így nem fog ideférni. De kell hűtőszekrény. Akkor gondolom, ezt így inkább ide kellene rakni. Ígyni. És akkor ehhez oda tudnak majd ülni? Gondolom, igen. Úgyni. Tökéletesen jó a fordítás, ugye? A szófa az rengeteg szóból áll. Jaj, jaj. Ez fájt. Ez nagyon fájt. Szóval ezt akkor meg ide raknám, mondjuk. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Színzbe kicsit egyszerűbb. Normálisan kinéző konyhát összehozni. Milyen hűtő kell neki? Hűtőszekrény Japan. A japán hűtőszekrény. Japan hűtőszekrény. Fú, de gicses. Oké, most már értem, miért mondta, hogy gics parádét szeretne. De én továbbra is tartom magamat ahhoz, hogy azért nézzen ki valahogy ez a hely. Legyen akkor ez a fajta hűtő. Hűtőt azt én oda raknám. Egészen a sarokba. Ez egy pultos csap. Igen, azt nézem, csak olyan hülyén néz ki. Favic után, uff. Úgyis olyan rég volt. Na jó, bárszék. Bárszék lenne. Jó. Ebből pedig szerintem sima fehéret. Mondjuk ebből van narancssárga. Akkor legyen ez narancssárga. És akkor ezt ide tudom rakni, ugye? Tehát akkor ennek így lenne értelme, mondjuk elég furán néz ki. De mindegy, legyen így. Sőt, tudjátok mit? Akkor így legyen. Ígyni. És akkor a hűtőt viszont áthelyezem. Ide. És ezt pedig egy kicsit így bejebb rakjuk. Nem, nem rakjuk bejebb, mert az úgy nem néz ki annyira jól. Viszont ide pont elfér, ahogy festettem a falat, ez. Oké, és valamit akkor majd még odarakunk a sarokba, mondjuk egy virágot. Még akkor is, ha az én pénzemből megy, legalább normálisan fog kinézni az egész kecó. Nem ilyet. Hanem olyat, ami jól tud kinézni. Legyen ez. Ide rakunk egy ilyen virágot. Na, szerintem amúgy nem rossz. Ezzel a csempével viszont nagyon kellene kezdeni valamit, mert szerintem tragikusan néz ki. Ijesztő hangot. Azt hiszem most pasis hang van berakva. Ilyesmi, nem tudom. Az van, én nem hallom, szóval ezt ti halljátok, hogy most milyen hang van. Mint a Kamélon Bence kivégző szerkezetében a hűtő. Úgy néz ki? Kuka! Kuka, persze. Ezt kérte a tulaj, szerintem kificamított az ízlését, de ő tudja. Igen, azt mondta, hogy tudja, hogy nagyon gicsesen szereti a dolgokat, de én most ellenállok. Lehet, nem fog neki tetszeni a végeredmény, de legalább az emberek nem hányják el magukat, hogyha bejönnek. Kuka.
akkor szemetes lesz. Szemetes kosár kiegészítőknél van. Aha, jó, kiegészítő. Konténer szemetes. Legyen ilyen fém szemetes. Azt pedig akkor ide rakom egyből a hűtő mellé. Vagy nem is, ez itt hülyen néz ki, hogy egyből bejönnek, azt ott a kuka. Inkább akkor a virágot cseréljük meg. Azt úgy oda, ez pedig így ide. És akkor szerintem ez így jó pofa tud lenni. Ha lenyomod a shiftet, miközben fordult a tájékot, egyből 90 fokat fordul, egyből beáll valamelyik égtáj felé, észak, dél, kelet, nyugat. Köszönöm szépen, Anna! A tippeket. És kifestettem, ugye? Jó, kifestettem azt a kis csücsköt. Megörülök, hogyha még egyszer meg kell venni. Jézusom, ez a hang! Bárcsak a valóságban is ilyen egyszerű lenne házat rendezni, ugye, ugye? Pénzkukát rakjak? Oké. Akkor pénzkukát helyezünk le. Na jó, kell még egy szófa, Eli. Szófa. Emily, Elle. Elle, szófa. Elle, belle. Meg kell vennem, Abba hagyom. TV szekrény, Anna, és kell egy dracena. Na mi az Isten az a dracena? Hát ez így nagyon nem lesz jó. De megnézzük, mi az a dracena. Dracena, dracena. Drace, dekoráció. Ah, egy virág! Király. Akkor viszont... Viszlát virág? Hello, új virág! Te pedig akkor jöhetsz ide. Úgyni. Szerintem ez egész jó. Legalább szép lesz és többet fizetnek. Igen. Max megbánja, hogy téged vett fel a tulajház kipufozására. Ugye? Még egy szófa. Szófából soha nem elég. És akkor kell még egy Anna tévészekrény. Csak egy szekrény. Anna tévészekrény. Ilyet vettünk, nem? Vagy nem ilyet vettünk, valami hasonlót. De ezt most hova rakjam? De tényleg? Hajjaj, az a baj, hogy most a tévészekrényt ezt nyilván a kanapéval szembe kéne lerakni. De hogy... Ha ezt ide rakom, ezt a szófát, akkor meg nem tudnak bemenni ide, tehát ez így... Nem túl észszerű. De akkor hova? Hogy rendezzem én ezt a házat? Úgy tudnám ezt elképzelni, hogyha ide raknám mondjuk a kanapét, de akkor meg ezt kéne áthelyezni teljesen, de akkor meg ezeknek nem lesz hely. Na várjunk. Feladják itt a leckét rendesen. Szóval tévészekrényt, hogyha ide rakjuk, és egyébként itt van is konnektor, szóval azt ide tervezte alapból a játék. És vele szembe a szófát, hogy lehessen nézni ezt a csodás. Ah, tényleg így lehet egyből 90 fokba forgatni. Szóval, hogy ezt így el tudnám képzelni. De ez se néz ki annyira jól. És akkor meg hova rakom a konyhába való dolgokat? Ja, várjál! De akkor ezek meg azért nem lesznek jók, mert most ide rakom ezt. Hát az se jó. Hűha! Veszel egy Szófiát! Van sör a díszeknél, tényleg? Bejárt egy ajtó mellett kéne lenni egy csapos pultos cuccnak, és akkor mostani helyére tudnál rakni a szófát szembe a tévét. Aha. Igen, lehet, hogy az jó lenne tényleg. Mindjárt megnézzük akkor. Csak akkor ezt kell áthelyezni. Ezt pedig akkor ide lerakom először is. Messze minden kész van. Így itt hagynám neki? Hogy örülne neki? Mondjuk végül csak arra kért, hogy vegyem meg ezeket a dolgokat, nem? Gondolom nem kellett berendezni teljesen a kecót. De amúgy be kell rendezni a kecót. Szóval ezt így ide rakom. De ez meg akkor nem annyira jó, mert ez tovább lógott egy kicsit. Szóval így ide rakom. Igen. És akkor ide tudom rakni az egyik széket. A másik széket meg fogalmam sincs, hova fogom rakni. Csak látod, tök hülyén néz ki, hogy ez így eláll. Tehát, hogy így, meg most akkor így bejönnek, és akkor egyből itt bejön. Ó, oh, itt egy, gyorsan kerüljük meg. Tehát a buli után nem ajánlatos hazajönni innen. Ezért nem oda akartam rakni. Márpedig ezt így kellene lehelyezni, ide meg már nem fér el ez a cucc. A lényeg, hogy mindenben legyen. A hűtőt helyére tedd a mosogatót, de oda meg már nem fér el. Ez az én nagy problémám, hogy mindent ide akar zsúfolni ebbe a szobába.
Nem gondolkozott ez a nőszemély. Mondjuk azt még meg tudnám csinálni, hogy esetleg ezt így ide beforgatjuk. Mindjárt megnézzük. Aha, ide ezt be tudom rakni. És akkor... szóval hűtőt ide tudom rakni, de akkor meg nem lehet rendesen kihasználni itt a tereket. Ajaj! Mondjuk még azt meg lehet, hogy ezt így ide. Ide akkor a székeket. És akkor még a hűtőt talán ide tudom valahogy rakni. Hát ja, ez az egy megoldás van így a terep elrendezésre. Nagyjából, ami nem annyira hülyeség. Oké, és akkor a kukát, mondjuk kukát azt nem kértek, de ide alá nem tudom berakni. Ide fölrakjuk. Nem, amúgy azt nagyon hülyen néznek ide. Amúgy ez a kuka, ez jó lenne, tehát ettől nem szeretnék megszabadulni, ha nem muszáj. Ezt a virágot nem, ezt a virágot föl lehet ide rakni, jó? Akkor azt oda rakjuk, a kukát pedig úgy oda. Csak akkor fordítsuk el rendesen. Úgy, né? És akkor jöjjön a szófa. Így, esetleg. Hát, most így a festés már annyira így nem néz ki jól. De... ez lett végül is akkor belőle. Jó lesz az! Eltakartam a hűtővel a konnektortot, de valahol be kell dugni azt a hűtőt. Jó, szerintem... meg vagyunk ezzel a házzal is. Egész nap egyedül vagyok itthon, amióta hazajöttem, de nagyon örülök, hogy live-olsz, holnap meg megyek fogorvoshoz. Ajsa, jobbulást akkor. Oké, és szerintem amúgy egész jól meg tudtuk oldani ezt a feladatot is. És akkor nézzük még, hogy mi van. Mit lehet még csinálni? Valami egyszerűbbet szeretnék. Ugyanis jó lenne, ha 20 percbe beleférnénk. Ugye utána a Sea of Thieves-et nem akarom, hogy csúszom miattam. Melyik az, amelyik rövidebb? Hogyha esetleg vannak itt House Flipper szakértők. Üdvettünk a feleségemmel egy házat, lassacskán elkészültünk a munkálatokkal. Arra kérem, fessek ki a falakat, mert a fehér szén mindenhol elég unalmas. Hiányzó eszközöket is fel kell szerelni, azaz két légkondíciót, két radiátort. Remélem nem tart túl sokáig, hamarosan beköltöztünk. Tisztelettel Gémes Tibor. Hát szerintem ez rövidnek hangzik. Fagodás. Ezt akkor még jól elfagodjuk. Hány küldetés van egyébként a House Flipperbe? Majd szerintem a következő streamben megcsináljuk akkor a játszóteret is. Hűha, ilyen nagy ez a ház! Jesus! Szóval nem fogok elkészülni 20 perc alatt. Na jó! Akkor most ilyen extrém. Extrém gyorsasággal fogok takarítani. Gyerünk! Szurkoljatok nekem, hogy be tudjam fejezni időbe. 13 éve, te aztán keresett házfelújító vagy, hát látod? Látták, milyen szép munkát végeztem máshol? Végtelen van? What? Komolyan? Az kemény lesz. Oké, és... de úgy értem, hogy hány... tehát gondolom egy idő után ismétlődnek, azért mondjátok, hogy végtelen van. Szóval hova kell a radiátor? Radiator? Ide kell egy radiátor, nem? Nem, ide egy klíma kell. Klíma. Klíma. Nem így írják, klíma. Nem, hogy írják? Most az ablakot festjük, szerelt fel az eszközt. Akkor hogy írják a klímát, ha nem így? Légkondicionáló! Légkondicionáló! Légkondicionáló telepítése beépíthető. Gondolom ez kell akkor. Nem? Ja, nem, ilyen van. Akkor csak simán légkondicionáló kell nekem, de nem betelepítése. Beépíthető légkondicionáló. Ez. This is what you need. 157 ezer. Van itt pénz. Szereljük akkor ezt gyorsan föl. Ez csak nem lesz olyan nehéz, gondolom csak be kell csavarozni. Köszönöm a megosztást Ajsának közbe. Jár érte a szívecske. Rövidnek hangzik és lesz bőle 2 óra. Hát remélem nem. Ú, itt is kell még dolgokat csinálni. Ajjaj, csokizni kell. Nem akarok csokizni. Hiányoznak-e az építgetős live-ok? Igen. Biztos lesz majd, csak ugye az úgy lenne jó, hogy akkor a régi társasággal, és Varus pedig elég ritkásan szokott ráérni. De remélhetőleg azért majd tudunk majd még építgetős live-okat csinálni. Én úgy tudom, a PC-s verzióban nem ismétlődnek, csak a mobilosban, de ki tudja, lehet, hogy rosszul tudom. Van ott pénz lóvéra, ugye, hogy ugye? Köszönöm szépen közben Fanninak is a megosztást!
hatalmas nagy segítség nekem, úgyhogy tényleg jár érte hatalmas nagy szívecske is. Oké, és ezt akkor még összedugjuk, ezt is összedugjuk meg. Ezekkel mit kell csinálni? Ezt is. És akkor már csak be kell csavározni. Na, meg vagyunk? Ennyit szenvedni egy légkondival. Most le az ablakot. Jaj, hány ablakjuk van ezeknek? Rapidba. Rapidba. Gyorsan lemosunk mindent. Most tényleg csak erre koncentrálok. Szurkoljatok. Meg fogom venni a festésnél valószínűleg most akkor itt az, hogy nagyon nagy felületeket tudjak egyszerre lefesteni. Itt most nem a dizájn a lényeg, hanem az, hogy hamar végezzünk. Egy idő után ismétlődik. Nagyon rossz helyre tudok kábeleket. Nem lehet, nem lehet. Festékszíne kakaó és homok mandula. Jó, akkor két szint várnak el, úgyhogy... Kakaó, kakó. Nem láttátok, jó? Mandula. Homok mandula fal. Oké, és akkor gyorsan festés. Ajtó bezár. Aha, és akkor ezt kellene lefestenünk. Szerintem akkor legyen ez a rész. Ilyen színű. Hogy látja a karakterem amúgy, hogy mit fest le éppen? Ez egy örök rejtély maradt számomra. Tehát a szekrény mögött hogy tudok kifesteni? Majd de hamar elfogy. Így, hogy duplán festek. Jó. Ezt le van fest, remélhetőleg az összes. Én láttam kakó. Nem! Nem úgy volt! Jaj! Ez a kakó, ez szerintem most már üldözni fog. Jó, van még itt valami, amit be kell festeni? Hát még van fal szerintem, az még falnak tűnik. Ja, megnézzük. Vagy nem? Az már az ajtó? Nyitás, nyitás. Ah, ott még lehetett festeni valamit. Oké, és jöjjön akkor most a kakószín. Nem, a kakaó. Itt szerintem az egész konyhát olyanra festjük, esetleg... Hát, mondjuk az ablakoknál lehetne ez a mandulaszín. És akkor viszünk bele megint ennyi kis kreativitást. Oké, és... Átlát a tárgyakon! Ugye? És még át is tud nyúlni rajtuk, az a durva. Oké, és... Kicsit lehet, hogy ez most ilyen pazarlós, de... Az a baj, hogy tényleg szeretnének hamar beköltözni! Véletlenül sem a Sea of Thieves Slide miatt szeretném ezt ilyen hamar befejezni, hanem mert szeretnének időben beköltözni. És én nagyon tekintettel vagyok a megrendelőimre. Jó. Oké, és akkor még itt az ablaknál szeretném ugyanezt, így. Jaj, miért raktam ezeket ilyen messzire? Jobban átgondolhattam volna ezt a dolgot. Másik kicsit kakásabb szín. Ugyan már? Tök szép lesz. Valószínűleg ide akarták a mandulát, a másikba az izét, a kakaót, de... Szokjanak hozzá, hogy nálam ilyen felemás tarka falak vannak. Tarka-barka. Oké, és itt is van még. Mikor fejlődik már végre a festésem, hogy hármat tudjak egyszerre lefesteni? Azt mondtam, nem akarom megvenni, de most nagyon hasznos lenne. Olyan festőnek hívtak engem. Jó. Még ott fölül. Úgy, úgy. Come on! Gyerünk, szív magadba! Szív magadba a festéket! Egyik akkor másik mandó? Igen. Akár hívhatjuk így is. Jó. Aj, megint elfogyott. Újra kell töltem a festőhengert! Oké. Ezzel meg vagyunk. Jöjjön akkor a másik ablak. Tervezek-e új játékot? Igen, Sanyi, ahogyha megnézed a menetrendet, akkor láthatod, hogy most is írtam be új játékokat. Meg pont kiírtam egy posztot arról is, hogy ugye szeretnénk majd tartani egy ilyen kívánsághetet, ahol olyan játékokkal is fogok foglalkozni, amiket eddig még nem játszottam, úgyhogy lehet nyugodtan ajánlani is játékokat. Oké, és...
Egyébként ez sokkal jobban nézett ki, ilyen félig lefestve. Na mindegy. Nem ez volt a megrendelés, úgyhogy sajnos tartanom kell magamat ahhoz, amit ők kérnek. Aj, állandóan kifogy a festék. Ebbe csak ez a szívás. Most látom, hogy szombat-vasárnap is lesz live. Igen! Most ugye nem leszünk rendezvényen. Most már nyugi van erre az évre, úgymond. Úgyhogy tudok streamelni hétvégén is. Úgyhogy várlak titeket hétvégén is. Remélhetőleg akkor ti is jobban rá fogtok érni. Jó. Túl szed vagy? Miért? Ne legyél szomorú. Lesz-e tőletek kaptam videó? Igen, pont valamelyik streamben beszéltem is róla, hogy ugye most válogattam ki egy csomó olyan ajándékot, amit majd szeretnék videóban is megmutatni, viszont még nem tudom, hogy mikor lesz, mert még azért van hátra egy kevéske ajándék. Végül is még csak szerda van. Poszt hol van? Itt Facebookon. Fogod megtalálni a Facebook oldalamon. Úgyhogy csak egy kicsit kell legörgetned, hogyha a PC-n vagy, és akkor egyből látni is fogod. Ha minden igaz. És remélhetőleg minden igaz. Jaj. És nézzétek még csak mennyit haladtunk? Még le se adhatnám, úgyhogy izé, csak a fele van meg. Annyira sok ez a meló. Annyira kis munkának hangzott. Na mindegy, remélem jól keresünk vele. Lehet szóval, hogy már a vadúj dogján is pulcsiba fogom nézni a tejszínhabos kakaóval. Na! A szupiricsi. Oké, és még akkor van egy kis barna festékem. És akkor többi részt azt már szerintem barnára festem teljes egészébe. Jól fog az mutatni. Úgyis ezt a kakaószint akarták. Van még benne jó király. Remélem ez pont elég lesz arra, hogy kifessek. Köszönöm szépen közben Dávidnak a megosztást. Küldök érte cserébe szívecskét. Sajnálom, hogy ilyen helyzetbe kerültetek. Rendben, Kira, várunk vissza. Jó. Hol nincs? Amíg ott nincs lefestve. Aha, ezt jelzi akkor még nekem. Csak könyörgöm, el ne fogjon most a kakófesték. Ne! Szivat a játék amúgy. És akkor csak ezért kell még vennem azért a két csíkért barnát. Na jó. Megvesszük, és akkor festünk. Mi fogad meg ebben a játékban, hogy kipróbáljam? Igazából szeretem az ilyen kreatív játékokat. És többen is ajánlottátok, hogy próbáljam ki, úgyhogy úgy voltam vele, hogy adok neki egy esélyt. És megtetszett. Nagyjából ennyi a sztori. Nem tudom, hogy hol van még viszont olyan hely, amit nem festettünk le. Tehát, hogy az ablakpárkányok le vannak festve. Sírja, hogy festék színe, mandula és kakaó. Hol? Hol nincs lefestve teljesen a fal? Megint bugol a játék szerintem. Na jó. Vagy itt ezt a részt is hozzánézi? Ide viszont nem írja, hogy milyen szín kellene. Hát lehet, hogy ezt is hozzánézi. Vagy ott az, de szerintem... Hülye. Szóval szerintem... Igen, azt nem lehet. És ha itt elkezdek festeni, ez hozzászámolja vajon? Nem. Akkor viszont itt csak ilyen izébe festünk így. Ha már elkezdtem, legyen olyan ronda. Tökre tervezett volt. Jaj, még plusz munkát okozok magamnak. Nem baj, biztos örülni fognak neki. Ablaknál, de hol az ablaknál? Hát itt a pereménél lefestettem mindet, nem? Nem, ott volt egy kis csücsök, ami kimaradt. Aj, tényleg egy kis izé... icipici csücskök kimaradtak. Jó. Az ott megvan, de az ott nincs. 97%. Az ott megvan. Az is megvan. Fölállok közben ide mindenhova. Itt nem láttam, hogy lehetne, tehát hogy itt... Itt szerintem megvan... Jaj, ne, ott meg elkezdtem most már ezt a mandulát festeni! Itt van még ez. 98... 99... És megint van... Oh, oké, okay, megvan. Hú! Oké. Okay. Hova lett a barna festékem? Itt a barna festékem.
Vattacukor, menj fel a videóstalálkozó.hu oldalra, és ott meg tudod nézni. Fejből én se tudom sajnos, hogy jövőre mikor lesznek. Idén már biztos, hogy nem lesz közönségtali. Vagy ha lesz, akkor csak az a fajta izé. Csak az a fajta, amiről a stream elején beszéltem. Az az adománygyűjtős. De még meglátjuk. Nem tudom, hogy az lesz-e. Jó, ezt átvessük ilyen sötét barnára. És akkor talán az úgy jó lesz. Hát, szerintem ez így egész elfogadható lett így. Oké, és ezzel akkor megvagyok. Ezzel is, és itt szivat. Most lesz. Hát ezt nem fogjuk tudni befejezni. Az a baj, nem tudom, hogy lehet innen folytatni majd a következő streambe esetleg. Jó, én azt mondom, hogy akkor ezt a szobát még kifestem világos barackra. Világos barack. De jól néz ki ez a szín. És akkor utána majd. Azt szerintem még egy 5 perce belefér. És nagyjából még egy 5 perc van, ahogy néztem. Egyébként lehet, hogy egy 20 év lesz, mire végzek ezzel a házzal. Ezt nem hiszem el. Na jó, veszek még egy világos balackot. Balack. Ezt eladjuk. És akkor... Hát amúgy szerintem itt még legalább egy 3-4 szoba lesz. Ezt tényleg most már csak a következő streamre marad. Kicsit sajnálom, hogy nem tudom befejezni. Itt ebben a streamben, de... Ennyi azért lehet, hogy belefér. Majd legközelebb úgy rakom a House Flippert, hogy én streameljek utoljára azon a napon, és akkor nem kell ilyesmikkel foglalkozni. Tudom, hogy ez a ház 4 óra lesz, mint a tegnapi Sims-es. De sok moderátor van, volt moderátor felvétel? Hát igazából azoknak adtam moderátort, akik írtak e-mailt, és ugye nagyon sokszor itt voltak a streamekben. És láttam, hogy normálisan viselkednek. Mondjuk Zoli akkor nem tudom, hogy kaphatod, de kaptak. Mondjuk Zolit személyesen ismerem. Szóval tudom, hogy ő nem troll, csak a cseten. Úgyhogy moderátor felvétel úgymond nem volt, viszont néhányan kaptak moderátort. Még egy légkondit felszerelek. És remélhetőleg nem szedik le a fiúk a fejemet. Na, ide kell a légkondicionáló. Kb. Mióta játszok Sea of Thieves-szel? Megjelenés óta megvan a játék, viszont csak akkor szoktunk vele játszani, amikor streamelünk vagy videózunk belőle, szóval csak úgy nem szoktam játszani a játékkal. És elég béna vagyok benne, ha ez a kérdés. Most itt mi? Ja, ez jó. Ez a játék ingyenes? Nem. Fizetni kell érte. De Steamen megtalálod, azt hiszem most akciós is. Oké, és... akkor még ezeket be kell csavarozni. Az előbb sikerült valahogy egyszerre kettőt csavaroznom. Az nagyon király volt, de nem tudom, hogy csinálta a karakterem. Oké, és Dominik, de azért nagyon nem szeretem. Azért nagyon nem szeretem, amikor sürgetnek. Jó, aha, azt oda. Már melyiket kell a közeket összeüzélni? Most valamit még nem csavart be, vagy mi van? Aha, azt nem csavarta be. Csak már mutogatta közben ezeket a csöveket. Zseniális. Ah, de a szivászatban és a horgászatban, mester. Jó, oké, és megvagyunk ezzel. Festik 9... Ja, aha, ott még maradt egy kis rész. Amit nem festettem le. Ezzel akkor mindig 95%. Ott is volt még, amit nem fest. Hol van még akkor? Megint itt az ablak része. Aha. 99. És valahol még van egy 1%. Az az 1. De hol van az az 1? Az a drága 1%-om. Hát én ezt most nem is találom. Ti látjátok, hol van az az 1%, amit nem festettem le?
mert én tényleg nem látom most megint. És akkor ezt pedig folytatni fogjuk egy következő streamben, úgyhogy nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a stream, és akkor egy ilyen 5-10 perc, és jövök újból. Sziasztok! Hello, hello! Vége.